ennél olyan van, hogy nem úgy tapogatja le, hogy soronként az visszaugrik a sor elejére, hanem függőlegesen letapogatja, függőlegesen visszafele, igazából ilyen V alakba tapogatja lefele, ugye, mert közben az ég állandóan fordul. De hát az akkor is nagyon közel van a jóhoz, és így letapogatom vele az égnek egy darabját, az ég a másik eltérítés, ott is csak hozzá kell gondolni az egésznek a képi alakítását. És akkor ez is úgy működik a gravitációs távcső, hogy fölle billegtetek, hát igazából abban nem lehet belenézni, mert ez egy letapogató rendszer, de letapogatom az égnek azt az irányát, és az onnan érkező jeleket én képé alakítom. Zaj, a zajt alakítom képé. Mondták, hogy ja, te szar, meg hőzaj, meg rádiózaj, meg mondom, nem érdekel. Nekem mi érdekel? Változik vagy nem. Nekem te ne akard bemagyarázni, hogy ilyen nekem szar a mérésem, mert hőzaj van benne. Hát mondom, hő, és akkor mi van? Ha én ráirányítom a Holdra, és más lesz, nagyon más lesz a zajnak a szintje, tehát sokkal nagyobb zaj van. És hogyha elviszem tovább a távcsömmet, és eltűnik a zaj, visszajön a zaj, eltűnik a zaj, visszajön a zaj, akkor nekem te ne akadd be, mondani, hogy ez hőzaj. Hát ne hülyéskedjél már. Hát azért, mert most odafordítottam a Hold felé, akkor hirtelen leült, meg fölmelegedett, tényleg? Ne hülyéskedj már velem. Igen, van benne hőzaj is, és ki a fenét érdekel? Mi érdekel engem? A változás. Mennyit változott, és a változást azt ki lehet matematikailag vonni? Hát ne hülyeskedjél. Hát kivonom matematikailag a változást abból a zajszintből, és akkor jó. Mert engem csak az érdekel, hogy ott van-e valami, vagy nincs. Most még csak az érdekel, még nem érdekel, hogy mi van ott, most még csak az érdekel, hogy milyen erős zajt kelt. Hogy nem bele tudtunk vele nézni a Hold belsejébe, képzeld el. Hihetetlen, de bele lehet innen nézni a Hold belsejébe. Hogy? Hát nem mentél oda, meg hát ugye a távcsőbe hiába nézek, és akkor le van ragadva a saját rögezményénél, de hát nem hiszem én már, az a zaj, amit a Hold belseje kelt, az is itt van. Az nincs itt. Hát dehogy nincs. És a napnál nagyon világos. Napnál világosabb, mert hogy ott aztán tényleg nagyon nagyon nagy zaj van. A napról készült felvételeket még újra kell csinálni, mert mindig kiölte a zaj. Tehát olyan nagy zajt kelt a nap, hogy csak a fotoszféráját tudtam képi alakítani. Tehát még csak egy ilyen karika, de a belsejét fekete üresség. Mert azt jelenti, hogy annyival nagyobb a tömege, hogy azt nem is tudtam képi alakítani, mert úgy pofán vágta a zaj az erősítőt, hogy jaj, azt mondja, hát ez túl. Amikor nagyon így beszél valók a mikrofonban, akkor olyanról van szó. Hát tudod, ezek a rettentőek, akik így nem szoktak mikrofonnal beszélni, és akkor ilyen meg így próbál belebeszélni, szörnyű hangot adnak. Hát biztos észrevettétek, a humánoknak szokása, meg az, hogy így vezényel vele. Hát a mikrofonban beszél, és akkor, mert hozzá van szokva, hogy a kezivel gesztikulál, igen, de a mikrofonnal is gesztikulál, és akkor ezt a szörnyű. Humánok szokták ezt csinálni, és az a leteszi a mikrofon, dühötten leteszi az öregek, pláne, leteszi a mikrofon, szar! Mondom, tehát ha így beszélnél bele, és tartanád, vagy a másik kezeddel, jó lenne, mert akkor hallanánk, hogy mit beszélsz. Mert ő kiáll a kis gyenge tüdejével, és azt hiszi, hogy egy tömegnek is elég hangereje van. Mint a Pukliáftárs, amikor kiállt itt és elkezdett, az, hogy nekem nem volt meggyőző. Most teljesen mindegy, iskolaigazgató vagy nem. Hát olyan kis izé, ráadásul két mondatot nem tud összerakni a fejébe, szóval nem volt meggyőző. Ilyen kis nyeszlett ilyen izé hangon, ilyen mint amikor a gyerek tombol, tudod, és akkor nagyon hangos akar lenni, és akkor csak egy ilyen acsarkodás lesz belőle, nem? Akkor el akarja panaszolni neked a gyerek, hogy elesett, és hogy mi történt, vagy pofán vágták a homokozóba. És akkor, ilyen artikulálatlan nacsarkodásját, ismeritek ezt, ugye? És akkor nem is tudod, hogy mit mond, mert annyira el akarja mondani, hogy egy büdös szót sem értesz belőle. Na, ugyanezt történik a gravitációs távcsőnél is, amikor a nap felé irányítom. Na, de hogyha a nap felé irányítom, és a tetőn keresztül, ráadásul, tehát a tetőn vagy a hegyen keresztül, akkor már milyen hőzajról beszélsz, meg rádiózajról, amikor őrült nagy különbség van, tehát ilyen
ilyen fölmegy a százszorosára a jel, amikor ráirányítom meg le, akkor az nem lehet hőzaj, de még csak rádiózaj sem lehet. De le van árnyékolva ráadásul, háromszoros árnyékolásban van rakva, hogy ne menjen oda a rádióhullám. És nem is megy oda, de mégis ez a probléma fönnáll, hogy a napra irányítva hatalmas nagy zajt kelt. Az azt jelenti, ez nekünk jó ez a probléma, tehát én abból csinálok képet, amit te eldobtál. Tehát eldobták, ilyen rögeszmék miatt eldobták, és közben ott volt a megoldás végig. Az oroszok már a 60-as években kezdtek ezen gondolkozni, én már nagyon régen mezőkutatással foglalkozom, és az oroszok kezdtek el rajta gondolkozni, hogy piezókkal alakítják képpé a gravitációs hullámokat. Ők indultak el jó felé. A piezóval a gravitációs hullámok azonnal elektromos jellé alakulnak. Mindenféle átalakítás nélkül, mert a piezó, ha mechanikus mozgás éri, a hajladozásra elektromos jellel válaszol. És mit csinál egy gravitációs hullám a tárgyakkal? Hát állandóan hullámoztatja. Tehát ahogy átmegy a gravitációs hullám ezen az asztalon, állandóan rezegteti, hullámoztatja ezt az asztalt, az összes atomot, ami benne van. Az, hogy az Imre iszik az üvegből, az is benne van ebben az atomban, bármilyen furcsa hangzik. Mert fölemelte a kezét, letette a kezét, vagyis benne van ez a mozgás is ebben az atomban. Hát ha elég finoman tudom ezt kiolvasni, akkor az Imrét akár egészében is lehet belőle rekonstruálni, de úgy, hogy az egész fizimiskáját lehet rekonstruálni. Milyen érdekes, hogy a tárgyak megőrzik az emlékét a többi tárgyaknak is, vagy a többi dolgoknak is. Milyen érdekes, hogy a gondolatokat is megőrzik a tárgyak. Megőrzik. Abszolút megőrzik. Ezért vannak a szent helyek. A szent hely az azt jelenti, ugye, hogy ott volt egy szent. Na és? Ha ott volt. Igen? Csak hogy az, amit gondolt, az mind is ott marad örökre, ameddig az az anyag struktúra létezik. Ott fog benne őrződni, pattog atomtól atomi, de ott őrződik benne az az információ, hogy ott volt a Szent József, most mondjuk. Érted? Megfogta ezt a tárgyat, és a tárgy emlékszik rá, hogy őt ki fogta meg, hányan fogták meg, hogy mindenre emlékszik. Abszolút. Kik mászkáltak körülötte, mindenre emlékszik. És erre van bizonyíték, csak ezt a tudománytalan zónába sodorták, de bizonyíték rá az, hogy oda kell visszamenni, ahol kitaláltad. Emlékeztek erre a babonára? Bizony. Hogyha valamit elfelejtesz, akkor ülj vissza ugyanarra a székre, ahol ültél, ahol kitaláltad, és akkor megint eszedbe fog jutni, és tényleg eszedbe jut. Mert ott vagy a fókuszpontjában annak a gondolatnak, és nagyon a terezgés számodon van, hiszen te magad találtad ki. Amit te találtál ki, ott ülve nem biztos, hogy én is érzékelem, mert hogy te egy kicsit eltérő fázisban vagy én hozzám képest, mondjuk, vagy más amplitudóval ezek, vagy más fázisban vagy, időben egy kicsit arrább, és ez már teljesen azt teszi, hogy nem tudom a gondolataidat érezni, bár nagyobb az esélyem rá, hogyha ugyanoda leülök, tehát hogyha mit tudom én, volt Plátonnak egy kedves ülőhelye, ahol a Plátón szeretett ücsörögni és gondolkodni, és te ezt megtalálod, leülsz, akkor hirtelen az összes gondolata a fejedbe íródik, ha szerencséd van, és hogyha közel állsz hozzá a rezgésszámba. Nem mindenkinek íródik, már csak azért sem, mert lehet, hogy aki leül, az nem azon gondolkodik, hogy vajon mit gondolhatott a Plátón egyébként, hanem azon gondolkodik, hogy megy egy anyus, és de jó kis popsia van. Ez az összes az agyába, nézi a csajszit, és ez a fiatal ember, és ez rendben is van így. Csak éppen nem fog megjelenni a tudatában az a nagy tudás. Pedig ő azt szeretné megszerezni többek között a jó kis csajszi után. Ugye, mert először a csajszi. Ugye, mert hát 20 évesen, ha nem ilyen vagy, akkor megette a fene. Tehát ha 20 évesen nem érdekelnek a lányok vagy a fiúk, akkor megette a fene az egészet, ugye. Aztán már, és pont akkor kell a legjobban tanulni, akkor érettségizünk 18 évesen, amikor a legaktívabbak vagyunk. Én milyen érdekes. Hát 30-35 évesen akarnak romantikát keresni. Addig nem. Tényleg. De ilyeneket írkáltak be, hogy romantikázhatnék én.
a Google-ban találta a Berci fiam, hogy ilyen kérdéseket tettek föl, hogy hogy lehetne romantikázni, mi az a romantikázás? Érted? Na most akkor megette a fene az egészet, hogyha ezt nem érti, már írni tud, de még nem érti, akkor az baj. Mert azért emlékszem, mikor óvodáskorodban milyen szerelmes tudtál lenni? Vagy első osztályoskorodban. Milyen kis, ezért aranyos kislányok voltak. És én emlékszem, volt olyan lány, akivel én halász szerelmes voltam második általánosítól kezdve, és még nyolcadikban, meg még utána is jártam hozzá locsolkodni, és csak egy kicsit beleszagolhassak ott a levegőben, mert olyan szerelmes voltam bele, ugye? Egy nagyon szép lány volt nekem, nagyon tetszett. Nem volt semmi, csak szép volt, nekem tetszett. Tehát, hogy évtizeden át izgatott engem, akkor meg miről van szó. Tehát az akkor már normális dolog volt első-másodikos korodban, már abszolút normális dolog. Ha nincs benned ez a készség, akkor megette a fene az egészet, akkor olyan impotens hülye leszel, vagy frigid hülye leszel, hogy még olyat a hold nem ordott által. Ugye, ha nincs benned egy ilyen vonzódás a másik nem iránt, később már az nem fog keletkezni. Tehát a nem első osztályos kérdező, nem óvodás korodban tud szerelmes lenni, már mondtam, állat olyan szerelmes van. Pedig hidd el, hogy benne van, és nem kell rá tanítani a gyereket, nehogy azt hitt, hogy erre tanítani kell, és az még nem neki való meg. Az édesanyucikák nem hiszik el, hogy a fiúkban már benne van, már ilyen karulülő korában benne van, hogy nézegeti a nőket. Nem fogod elni, hogy nézegeti. Próbál benézni a melltartójába. Komolyan, csak a mamának ez nem jut az eszébe. Nem jut eszébe, hogy az én fiam már melltartó, hogy néz, hát még kis karul, be, már így nézeget be. Komolyan. És ez a lényeg az egészben, hogy nagyon-nagyon is ott van ez a vonzódás, meg ez jó, ez egészséges. Csak az a baj, hogy ezt elnyomjuk, és a végén az egészből egy ilyen beteges üzé lesz, ilyen merevkedés lesz, amiből aztán semmi nem fog keletkezni, mert boldogtalan leszel. Hát nem tudsz örülni a párodnak. Egyszerűen nem tudsz neki örülni, mert minek az? Jó van ez így, ahogy van, de hát unalmas. Hát az nem baj. Tehát itt így van ez a probléma, hogy 20 évesen olyan kérdéseket tesznek föl, hogy mi a romantika. Hát ha nem tudod, még a középső csoport vagy kis csoportos óvodás korodban, akkor sose fogod megtanulni. Tehát már bennünk volt, csak most letagadjátok. Látom én, hogy bennetek. Pisi pogácsát csináltatok. Emlékszel rá, milyen jó volt? Igen. Belepisítük a izét, hogy lássuk egymást pisilni, persze, meg megpisítettük a lányokat, és akkor hát na, már ott benned volt ez a gondolat, csak hát ugye pisi pogácsát csináltunk. Csak ez már utána ugye az agyában eltörlődik, hogy hát ez komolytalan dolog, meg dehogy komolytalan, az volt az igazi. Ha az nem, akkor nem volt benned egy ilyen egészséges mozdalom, akkor már 40 évesen Viagrát kell szedned, vagy már 20 évesen. Azt akkor sem egy semmi. Hát ez is ilyen. Na, van-e valami kérdésetek? Még visszatérjünk-e a fénykvantumokra? Szeretném, ha visszatérni. Ugye, az a mérés eredménye, hogy látunk egy színuszt a fénnyel kapcsolatban, és ez egy hullám. Lekeltette színuszt, ugye a egységsugarú körben forgó időforrás, nevezzük a fénykvantum átmérőjét egységsugarú körnek, most mondjuk. Ez a hullámhossza megfelelő, nem? És akkor meg ott a hullámhossz. És lesz neki színuszos eredője? Hát hogy ne lenne, ez egy körpályán mozog, csak egy valamit felejt el, és ez jelzi magát, csak nem vették észre, hogy ez bizony megjelenik, hogy a fény időnként el is tűnik. A szolitonoknál jelenik meg. Ha valaki ebbe belemerül, antennákban is vannak szolíton antennák, és vannak a fénykvantumnál is vannak szolítonok, mert hogy a fénykvantum is azt csinálja, amiről beszéltünk. Mit csinál? Tehát oszcillál a fénykvantum és a túloldali fénykvantum között. Ez az egyik. És az a szolitonoknak az egyik rezgése. De van neki még egy. Melyik az? Ott is van egy nem térnem idő részben. Ott is van egy nem térnem idő réteg, sőt a párhuzamos univerzumok is. Tehát a fénykvantumot nem egy darab forrás kelti, hanem 8. Mert van egy királylány is benne. Az egy más természetű hullámot kelt a királylány, mert az egy álló
forrás, ami fénysebességgel megy. Olyan álló forrás. Igen, de a többi forrásai azok a fénysebességnek a legalább másfélszeresével, pi-féllel legalább mennek. 1,52-vel. Így nagyjából. Mennek. Az egyik határa a fénykvantumnak. A fénykvantumot, vagyis a téridőt akkor rajzoltam le először. Egy naptárnak látom. Így van. Benne van az ablaksorozatban ez az ábra, amit aztán jóval később rajzoltam, már Geos programmal a Commodore-on rajzoltam. Az a Geos az egy jobb grafikájú program volt, és azon rajzoltam le ezt a fénykvantumot. És ez kint van az interneten is, meg lehet találni. Elementonnak is neveztem. Nem én neveztem el Elementonnak, én csak ezt átvettem. A Wheeler, ha minden igaz, az nevezte Elementonnak ezt a térkvantumot. Hogy elemi, ez az elemi részecskének gondolja, vagy nem is tudom minek, tehát ez az elemi kiindulási valami. Aztán valamiért a Wheeler visszatáncolt, vagy nem jutott el a következő lépésig. Ez egy amerikai fizikus volt, nagyon jó felé kaparászott, és már nagyon, nagyon közel volt a megoldáshoz. Lehet, hogy meg is oldotta, csak ezt már nem tették közzé. Tehát itt vannak ilyen dolgok, hogy bizonyos lépéseket nem engednek közzétenni. Tehát soha ne tud meg. Mert ezek ugye a következő évezrednek a legnagyobb titka és legnagyobb tudása, hogy lehet eljutni a szomszéd csillagokig, vagy a galaxis túloldalára. Úgy, hogy még életedbe visszagyere. Mert mondjuk, hogyha ha 20-30 év alatt, vagy 50 év alatt még visszaérsz, van esélyed arra, hogy még emlékeznek rá, hogy elindultál. 50 év múlva emlékeznek rá, de... És folyamatosan fönn lehet tartani egy valamilyen megfigyelő rendszert 50 év alatt, mert az még pénzbe kerül, hogy állandóan kapcsolatban legyenek veled, hogy tudósítsál az útról. Te, ha ezt a rendszert már föl kellene tartani évezredeken keresztül, akkor felejtsd el. Az szinte a lehetetlen kategóriába tartozik, hogy 5000 év múlva téged visszavárjanak ide. Hát az esélytelen. Gondolj arra, hogy már 2000 évvel ezelőtti történelem is elúszott a ködbe. Tehát már azon vitatkoznak, hogy Jézus történelmi személy volt-e, vagy csak egy képzelet. Azon vitatkoznak. Hogy igazi ember volt, vagy nem, képzelet volt, vagy nem, csak kitaláció, vagy nem, és így tovább. Ezzel vitatkoznak. 2000 év múlva. Hát akkor a történelmünkön is vitatkoznak, ugye, hogy volt, meg mint volt. Na most, én csak azért kerestem meg az időszerkezettant ezekben az ókori dolgokban, meg a nyelvedben, milyen érdekes módon. A nyelvedben is megvan. Őrződik. Hol őrződik a legjobban? Kína. Kínában is őrződik, igen. Oda, ahová nem terjedtek el a nyugat-európai akadémiák. Igazán, ott meg lehet találni. Ahová elterjedtek, ott szépen lassan szalámi taktikával, de megsemmisítették. Nevetségessé teszi, hülyét csinál belőle, így működik. És mi volt ezzel a cél, hogy egyre jobban lehet szalámizni? Hát az, hogy a tudás csak az ő birtokában legyen, neked meg elég, hogyha csak untattázol, fiam, aztán jó van. Mert akkor te egy hülye rabszolga vagy, aki mindent végrehajtasz, mert nem értesz semmihez. Nem értesz hozzá. Hát ha nem tudod, hogy működik, akkor neked mindent be lehet magyarázni. El lehet magyarázni, hogy a mosópor intelligens. És ezt el fogod hinni. Hidd el, elég sokszor elmondják. Goebbels is azt mondta, hogy a nép szájára adott hazugság, elég sokszor elmondják, igazsággá válik. Hát a Goebbels is ezt mondta, és ez igaz. Pontosan ugyanez a Goebbelsi taktika most is megvan a kereskedelemben, meg mindenhol. Azt mondogatják, hogy new, és a mosópor new, új. De hát nem új, hát zsír a konszófonát. Csak mindig ugyanazt adják el neked, új színezék, új illat, új ízé, valami új maraságot hozzátesznek, hát csak az az új benne, hogy most nem levendula szaga van neki, hanem zöld alma, vagy mit, és akkor ez az új. És akkor ezt eladják neked, és mindenki azért veszi, mert ez nem olyan jó, az a jó. És akkor ne azt vedd, ezt vedd. Egymásra rálicitálnak, de mindegyik csak ugyanaz. Kiveszik belőle a szódát, visszateszik a szódát, ugye, nátrium karbonátot beletesznek, és akkor nem tesznek.
hidroxidot nem igen, mert az már nagyon mar. De hát végül is azzal mostak régen a nagyanyáink, hogy a fahamut kiáztották, és a fahamúból kiáztatott lé az egy erős lúg volt, és azzal mostak, és az megölte a baktériumokat. Abban az időben, ha nagyon semleges mosóport használtál volna, akkor mi lett volna a baj? Mindenféle betegséget összeszedett. Mindenféle betegség terjedt volna sokkal jobban, úgy van. Tessék észre, hogy a vasalás is azért van. Nem azért, hogy ne legyen gyűrött a ruha, az csak másodlagos. Primer módon azért van, hogy a forró vasalóval elpusztítsd a textil anyagban lévő baktériumokat, hogy amikor vagy gombákat, vagy spórákat elpusztítsad. Mert különben ugye állandóan ránk van húzva egy ilyen szűk bugyi, és össze-vissza gombásodik a bőröd, mert nem kap levegőt rendesen, ilyen műanyag szarok, érted, ilyen műszál vackok, és akkor beizzad, és akkor ott gyönyörű szépen elgombásodik, és minden bajod van. Hát ez van. Ezért időnként ki kell menni a lóbálosra, ugye, ahol kimész a lóbálosra, ottan nincs bugyi, le tudod napoztatni magad, és akkor a napozással az ultraibolya sugárzás elpusztítja a gombákat rólad. Különben a bőrgombáidat nem tudod elpusztítani, a kenheted mindenne nem fogja elpusztítani, de az UV az megeszi. Tehát az, ott egy hétig napozol, akkor utána már nincs probléma, az kinyírja a bőrgombákat. Ennyire egyszerű. Tehát régen nem volt ugye, nem volt rajtunk a nejlon bugyi, nejloning, nejlon a kabát. Nejlon gólya hozza már a nejlon kispapát. Első osztályos koromban volt ez a mondoka. Bizony. Az már jó régen volt. Na, van-e kérdésed? Még nem teljesen fejeztük ezt a fényt. Jó, még befejezzük azt. Ugyanezzel kapcsolatban. A fénynek a hullámhosszánál, ha kisebb lukon engedjük át a fényt, előtte mondjuk elvágjuk, és kisebb lukon engedjük át, akkor abból nem lesz sose fény. Ha két forrás átmegy, akkor lesz. A csőbe, akkor igen, jelentkezik. Ha kettő darab forrás átmegy, egy királylány meg egy királyfi átmegy, tovább szaporodnak. Az igen, de ha kisebb a luk, mint maga a... A kisebb lukon kettő átmegy, ezt magyarázom. Különben nem lesz belőle fény. Igen, értem, de nem engedem, hogy kijöjjön ebből a kisebb átmérőből. Igen. Akkor bent hogy keletkezik ilyen hullám hosszú fény? Hát hiszen ő csak a saját magát másolja. Tehát a fénykvantum abból keletkezik, hogy már volt fénykvantum. Tehát az önmagába visszakanyarodó időforrás belerolna a saját múltjába, ott meglátja magát, mintha ott lenne, de nincs ott semmi. Az is körbe másolja magát, az is meglátja magát, az is körbe másolja, és csak mindig arra fog ez keletkezni, mert nem ugyanoda. Ugye, mert maga előtt látja meg magát, az azt jelenti, hogy a következő forrás annyit el van már csúszva. És ezek így keletkezik. Van leginkább 6 és 8 bekezdésű ilyen lépegető rendszerek vannak. Hol van itt a királylány? A királylány az a transporter forrás a két part között. Akkor egymás után jönnek? Hiába egymás után jönnek. Ahhoz, hogy a következő is létrejöhessen, mindig kell egy királylány. Oldalt ugrik, átlót ugrik, ez a szabály. Tehát egy oktaéderben, mondjuk így néz ki egy fénykvantum, így néz ki, és ez igazából 8 forrás, ha megnézed, ezek a forrássejek itt rajta, és ebben belül egy oktaéder is van, ha megnézed. Tehát itt belül ezeket a belső éleket, ha veszem, akkor ez egy oktaédert ad ki. Ez két tetraéder egymásba tolva, és a két tetraéder egymásba tolva kiad egy oktaédert itt középen. Vagyis, hogy a térrel is rezonanciában tud maradni. Nagyobb lesz az átmérője a térkvantumhoz képest, de rezonanciában tud maradni a térkvantumon. Ha nincs rezonanciában, nem is tud megmaradni. Tehát minden csak úgy tud megmaradni, hogyha rezonanciában van a téridővel. Gyuri bácsi, de hogyha ezt az átmérőnél, mint most mondta, hogy nagyobb lesz a térkvantumnál a fénykvantum átmérővel, de ha én ezt kisebb helyre teszem be, akkor hogy alakul ki belőle a... Ugyanúgy alakul ki. Kisebb méretben is? Kisebb méretben is ki tud alakulni, ezt... de szinkronban kell, hogy legyen. Értem, tehát egy határ van ennek? Van egy határ. Mindig van egy alsó és felső limit. Hát
amit nem lehet átlépni, mert ha át akarod lépni, akkor az már nem működik. Vagy túl gyorsan kellene lépkednie, vagy túl lassú már ahhoz, hogy tudja el magát. Úgy van. Vagy nem talál bele a saját múltjába. Mert ez egy olyan, egy ilyen csepp alak, ami visszakanyarodik magába. Az összes török minta ezt mutatja. A török minták ezt mutatják, csak nem értik, hogy az micsoda. Hogy az magát a teremtőt mutatja, a szent ábra. Mondják a törökök, hogy szent ábra, megkérdezett tőle, hogy hát az egy szent ábra. De nem értik, hogy miért ők sem. Mert így örökölték meg évezredek alatt, hogy ez szent ábra, és ez fontos. És fönt is tartják, ezben a plán, hogy fönt is tartják. Tehát próbálják a szőnyegekben minden beleszönni. Ott rajta mászkálsz, ott ahol most mászkál a Jutka, ott éppen egy fékvantumon mászkál. A szeretet jegyében figyel rá, tehát a gyereket fogja figyelni, meg ápolni, néha. Mert azért én ugye azért látom azt, hogy a néha most már a kismamák bele vannak zuhanva a telefonjukba. Én ezt néha látom a játszótéren, hogy már mániákus, mert ott Facebookkal megállás nélkül a játszótér, a gyerek közben kitöri a nyakát, az már őt nem annyira érdekli, csak a visításra kezd el majd valahol megjelenni a mama, de nem, egyébként nem. Ez nagy baj. Ez nagy baj, mert már annyi fajfenntartási, létfenntartási ösztön sincs benne. Tehát ez most már a létfenntartás. Ez baj. Egy reggeltől estig, volt is ilyen karikatúra, nagyon aranyos, hogy a Szent Péter a tájás, mondja, két hete ezt csinálják, a kezüket nézik. Állnak a fiatalok így a Mennyországban, és így nézik a kezüket. Mert nincs ott a telefon, és akkor nézik a kezüket. Tehát ez ugyanolyan. Igen, mert rájöttek arra, hogy valami hiányzik. Hiányzik a másik. Csak hogy a másikkal beszélni kellene, nem smilizni. Tehát beszélni, csak azt meg így bonyolult leírni ennyi mindent, már csak azért is, mert rossz a helyesírása. Mert az ott végig nem nagyon érdekelte. Igen ám, de amikor aztán visszakapja egy csinos lánytól, hogy hát ilyen tahó helyesírással akarsz engem megfordítani, na, akkor aztán teljesen kiborul. Ugye, kiborul, és akkor csúszik lefelé a szintje. Vagy megtanul helyesírni, ez a másik véglet. Kevesebben tanulnak meg helyesírni, mint akik aztán küldözgetik ezeket az emojikat. Ikonokat, ilyen izé, hogy mosolyog, vagy szomorú, vagy... És akkor ilyet küldök, az semmi, három karakter, nem kell rajta gondolkodni, sőt, már nem is kell, mert már erre külön izé könyvtár van, ilyen vigyorgó, olyan csúnya, olyan dühös nézésű, mit tudom, és akkor ezzel lehet lereagálni a dolgokat, hogy örülök neki, vagy bánatos vagyok. De már nem beszélget. Tehát a végén elfelejt beszélni, és tényleg elfelejt. Tehát jó lehet, nem én mondom, mert egy hülye vén ember vagyok, aki kritizálódik, hanem nézem a televíziót is, látom, hogy ilyen nagyon jól öltözött, nagyon elegáns, nagyon rendes kinézésű fiatalok, és csak őzik, tehát jön belőle az ő betű, rogyási. A nagyon műveltek, azok néha elhúzzák a szó végét, mert az ugyanaz az őzés, csak nem azt mondja, hogy elmegyek, hanem elmegyek. És azért húzza el a szó végét, mert nem jut eszi a következő szó, nem jut be neki. Következő szó, nem következő mondat. A mondatnak kellene előre meglenni, nem egy szónak. Ennyire nincs hozzászokva az agya a tornához. Tehát annyira leegyszerűsödött neki a világ, ez nagy baj, nagyon nagy baj. Tudod, az van, hogy amikor meghalsz, az neked nem rossz, mert nem is tudod. A környezeted szomorú. Most egészen pontosan ugyanaz a helyzet, a hülye vagy. Na, mondjad, kérdezzél. Mint valamit akartál volna kérdezni? Nem, parancsolj. Én azt szeretném kérni, hogy változatlanul, hogy amikor itt a fénypantom halad körbe és meglátja a saját múltját, akkor hol van a királynő? Az folyamatosan újra keletkezik. Na de most akkor keletkezik a királynő, aztán a következő pantom. Igen, így van. Azért mondtam, hogy oldalt ugrik, átlót ugrik. Amikor átlót ugrik, akkor keletkezik egy látszólagos királylány, megjelenik pontosabban. Amikor megjelenik, az transportálja a túloldalra, szimmetrikusan a túloldalra a következő forrást. Nincs ott semmi, de meglátja.
mert átviszi a fogak közt tartva a szerelmet a túlsó partra. Milyenek a költők? És közben hogy halad a maga az 100 évvel előbb leírja a fényquantum működését a költő, ezt vedd észre. Mielőtt a fizikus megértené. Kiviszi át fogak közt tartva a szerelmet a túlsó partra. Ott van a versben. Érted, miről van szó? Tehát a királylány viszi át a szerelmet a túlsó partra, a létezést magát, a túlsó partra, és akkor az is létrehoz majd egy, tesz egy háromnegyed fordulatot, nem negyed fordulatot megy ez, hanem háromnegyedet, azt én kiszerkesztettem, mindig háromnegyedet megy, igazából olyan, mint a visszafele egy negyedet menne, de háromnegyedet megy, akkor átmásolódik a túloldalra, de még ő létezik tovább egy darabig, egészen úgy, hogy a fényquantum esetében 7 forrás is létezik, ezek mind másolatok, és csak amikor a 8. keletkezne, az már nem jön össze. Mert kikerül az ambróziából, vagyis hogy kikerül a múltjából. Az ambrózia az istenek lovainak, az abrakjának az eledele a görögöknél. Ugye? Az a napisten lovainak az abrakja. Hát de mit tesznek a napisten lovai? Hát a múltjukat. Ha kikerül a múltjából, eltűnik neki a kép, hiszen ő csak egy múlt képet lát, és azt képzeli, hogy ott van valami. De abban a pillanatban, hogyha ez eltűnik, mert nem ér oda időbe, ez a múlt hullám, akkor ő neki annyi. És akkor ő eltűnik a létezésből. Tehát állandóan újra keletkezik, de állandóan el is tűnik mindig, és ezért egy ilyen furcsa, egy hiánnyal lépkedő rendszer keletkezik a fényquantumok esetében. Tehát itt 8 forrás hely van, de ebből mindig csak 7 forrás él. Egy mindig üres. És ugyanúgy a téridőnél is, csak ott az oktaéderekkel, ez egy kocka, ha belenézel. Ugye, mert itt mutatom a sarkait. Ugye ez egy kocka. De itt azért van tetraéderrel megvalósítva, hogy látszik így benne az oktaéderes lehetőség is. Ez benne a lényeg, hogy látszik benne, hogy ez egy oktaéder alapú a téridőn alapszik. És tessék észrevenni, hogy a keleti mitológiában megvannak ezek a tűzelemek. Miért vannak rajta ezek az aranycsíkok? Nézd csak! Itt is van még egy. Gondolom, ott vannak a források. Nem. Az ütem. Ez a klokk. Itt halad az arany forrás az elején, ezen a helyen, de majd a klokk itt jön csak, ugye? Azért, mert hogy ebbe az ütembe érkezik meg a klokk. Ha megnézed, akkor valószínűleg ez 16 párhuzamos univerzumot fog kiadni. Valószínűleg ez. Tehát, mint hogyha 16 ilyen csík férne bele. Szóval, úgy csacra. Mert hogy ő pontosan tudja, mindig elindít egy folyamatot, keletkezik a 16 univerzum, megint keletkezik a 16 univerzum, és ezt folyamatosan így csinálja. Igazából van, ahol 18 van, de miért? A három gyémánnak van, ha nem lennének összerakva, akkor lenne 18. Ahol nem közös, nem azért, de majdnem. De nem azért. Na, ki találja ki? Volt róla szó 10-15-ször, szóval beszéltünk róla. A hunok. Tessék? A hun. A hun, azaz. De miért? Miért 18? Miért nem 17? Mert két hipertér van, és két ahun van. Két hipertér van, és két nem tér nem idő is van, úgy van. Csak a két nem tér nem idő nem hasonló egymásra. Mert az egyikben egydimenziós univerzumok vannak, csak ezért nem tudsz te 16 párhuzamos univerzumba elmenni, hanem csak 11-be. De még a 11-ből is van 4, ami azért nem lesz egyszerű. Miért mondom? Hogy miért nem lesz egyszerű. A 11 párhuzamos univerzum a dimenzió lépcsőbe, 2-be, vagy 4-be nem lehet egyszerűen csak úgy elmenni. Miért? Ott már nincs anyag. Mit? Ott már nincs anyag. Van. Nincs anyag, így van, ott már nincs anyag, jól mondod. Ez a szál univerzum. De bár az egyikben van, vagy az egyik kettőben, mert az inkább így van. Kettőben van, kettőben nincs anyag. Egyes kérdés. Ott csak száluniverzum van. A két szélén, ugye annak a piramisnak a ábrán, nem emlékszel rá? Hogy volt ez az emelkedő dimenzió szám meg csökkenő. A két végén van két egydimenziós univerzum, aztán két-két dimenziós univerzum,
két-három, két-négy, és három darab öt dimenziós univerzum van. De ezek sem egyformák. Ugye? Mert az egyik másmilyen lesz, mint a másik. Akkor, amikor éppen a középső ötdimenziós van, akkor van az ahun a túlsó oldalon. Tehát akkor a másik, a párhuzamos univerzumok helyett a hiperterekben, most így beszélve, akkor van éppen az ahun. Tehát akkor lehet térugrani ott. Itt nem. Itt majd, amikor elment az összes dimenziumforrás, akkor lehet térugrást csinálni, mert akkor nincs idő. Akkor kell ugrani. És ez az, ami a űrhajózásnak a titka. Hogy azt az űrhajózat nagyon pontosan össze kell szinkronizálni az összes atomot. Miért kell az atomokat pontosan szinkronba hozni? Átugrunk a nem tér nem időben, akkor szétfogunk. Úgy van, amikor átmész a nem tér nem időben, még csak át sem ész, csak a párhuzamos univerzumba akarsz átmenni, már baj van. Ott marad az a része az űrhajónak, minden atomja, ami nem volt szinkronba, az nem jön veled. Tehát az űrhajózásnak a másik nagyon nagy titka, az nem veszélytelen történet, mert hozzá kell a lelkedet is szinkronizálni. Na, itt kezdődik a buli az egészben. Úgy elsőnek majd robotokat, biorobotokat lehet elküldözgetni, nem pedig embereket. És hogyha olyan, mint ahogy elküldték a Lajka kutyát meg a majmot a világűrbe először, mert azt se tudták, hogy túlélje valamilyen állat, nem hogy ember, hanem hogy az állat először egy egeret valamit elküldene. Ha az visszajött, túlélte, na akkor elküldünk egy kutyát, közvetítjük róla a képet, hogy mit csinál, mi történik vele, fáj-e vagy, mit tudom én. Tehát, hogy mi történik, mert hogyha vonít a kutya is nagyon vonaglik, akkor fáj neki bizonyára. Tehát, hogy akkor ha átmegy az ember, az se fog másképp járni. Sokáig nem tudták azt, hogy egyáltalán túl lehet-e élni a világűrbe feljutást. Nem tudta senki, nem volt senki a világűrbe, hát az elmúlt pár száz évben. Ja, de voltak, már voltak, meg hát a proféták is voltak, el is mondták. A proféták elmondták, hát a maguk módján mondták el, azt hozzá kell tenni. Tehát visszatérve, elmondták ezeket is, ez lett belőle, megforogták. Itt van egy ilyen sárkány, ez vajon mit ábrázol ez a sárkány, ki tudná megmondani? Valami a tűzelemet akar jelenteni. Amit? A tűzelemet akar jelenteni. A tűzelemet, de azon kívül még, ez az a tűzokádó sárkány a mesékben, ugye? Ezért pirosra is festették, ez a tűzelem, de itt van neki egy ilyen érdekesség a... Visszakanyarodik. Igen, ott is van, vagy amott is látod, ott a másik oldalról is van egy ilyen. Az ott milyen faragvány, nézett csak meg, Bali szigetén faragták. De mi van azon rajta? Beszéltünk róla, csak szeretném, hogy tudjátok. Egy hiperteres. Az egy hiperteres, így van, téridő. 11 szereplő van rajta, mert a 11 párhuzamos univerzum van rajta, és a 11 párhuzamos univerzum struktúrái is rajta vannak, hogy hány van éppen női állapotban akkor, egy pillanatban. Tehát még az is rajta van, mert hogy hányadik szereplő a nő. Tehát azt hiszed, hogy nem haver, nem nőcit akar az ábrázolni, hanem hány van királylány állapotban. Tehát ott éppen nincsen egy pillanatra semmi, mert van a királylány, csak hogy az nagyon más. De mégis van, mert a létezés fönntartja, átviszi a fogak közt tartva, ugye a létezést, de ott a király, itt is van királylány, ebben is. Itt nincsen éppen, ott a középső már van egy királylány. Második. A második, igen. Tehát, hogy ez a lényeg, a többiek azok férfiak. És együl mindig a lovon itt, az a transporter éppen az viszi át a túlsó partra a létezést. Itt azért tud az a lovon. Királylány ül. Királylány ül a lovon, igen. Itt. Királylány ül a lovon. De másik királylány is van, itt magyarázza, igen, hogy vele együtt. Tehát magyarázza, hogy működik a téridő működés közben, hogy ezt magyarázza ez, de egy Bali szigetén egy szál pöcsbe rohangáló, egy szál csöcsbe rohangáló faragta, és többet tud a teremtésről, mint a fizikusaink. Hát nagy gáz. Persze, mert ő még őrzi a régi titkot.
Tessék parancsolni. Miért egy hiperteres rendszert rajzoltak, amikor már nem is érvényes, hanem már most két hiper? Érvényes, az egy hiperteres is érvényes. Tudnék, te csak 11-be fogsz tudni elmenni, ezt mondtam én is. Nem tudsz 16-ba elmenni, még sokáig, még nagyon sok ezer évig nem tudsz elmenni. Mert ahhoz a tértechnológiának egy magasabb szintjére kell kerülni. Hát mit gondolsz, miért vadásszák a nem létező lezuhant UFO-kat olyan lázasan? Hát mert ott van bennük a technika készen. Hát ha képesek vagyunk megérteni, azt hozzá kell tenni. De ugye, mert valami olyasmit próbálnak benne mindenáron megtalálni, ami az ők is csökkent elképzelésükbe belefér. Tehát keresi rajta a számítógépet. De neki a számítógép, ez ugye mondjuk a 70-es években még ilyen bazi nagy csöves szar volt, az Ural, meg ezek a szorzó, amiről beszéltem, de ilyen elektron csövekkel kapcsolgatott elektron csövekkel működött. Aztán utána már lett tranzisztor, aztán lett integrált áram, az is tranzisztor, csak már másképp megvalósítva, és aztán kvantum számítógép, aztán már fényszámítógép, és így tovább. Tehát az egész folyamatosan változik. De a változás a lényege, hogy okosodunk. Mindig okosabbak leszünk. Hát régen el nem tudott, akkora egy ilyen szarszorzó, az akkora nagy volt, mint két nagy ruhásszekrény. Akkora nagy gép volt. Aztán közben annyit tudott, mint egy zsebszámológép. Aztán később már ezt beleintegrálták egy ilyen kis vacokba, sőt aztán végén már az órámban is volt, már 70-es években volt olyan órám, amiben számológép volt, még talán valahol megvan, már nem működik, de ilyen csak. Vettem egy ilyen órát, ami ilyen rendes számológép volt, ilyen golyostollal lehetett csak nyomkodni, olyan picik kis gombok voltak rajta, és akkor azon lehetett rendesen számolni. És akkor óra is volt, meg számológép is, már bele lehetett, sőt, abban az időben már, hát nekem nem volt, de volt a haveromnak egy ilyen, amiben egy televízió volt, rendesen jött az egyes meg a kettes műsor, fülhallgató jött a hang hozzá, a zsebében még volt egy ekkora doboz, az volt a szerkezet, azt a zsebedbe tölt, és egy karóra volt a kijelzője, csak a elég nagy képernyő volt rajta ilyen, és ott lehetett nézni a tévéműsort. De ez mikor volt? A 70-es években. Sík képernyővel. Érted? LCD képernyővel. Fekete-fehér volt, de akár is volt nagyon még színes adás, ugye? És akkor volt már létezett színes adás, csak még itt nem. És már ott volt ekkora televízió. Csak mikor lett ebből aztán tényleg valami. Azt hiszed, hogy egy ilyen zsebszámológép színvonal, vagy játékszínvonalú valamiben nem lehet ugyanúgy a tévét megcsinálni, dehogy nem. Csak bizonyos gátló tényezők vannak, hogy miért nem teszik bele. Mert már bele lehet simán tenni, már belefér. Hát régen a rádió, ilyen nagy lámpák voltak benne, és akkor ilyen nagy szerkezet volt, ekkora nagy hangszóró. Azzal szórakoztunk, amikor hát gimnazista voltam még, hát az már bizony 50 évnél régebben volt. Azzal szórakoztunk, hogy a skála üveg mögé beraktunk egy tranzisztoros vevőt, de mit csináltuk? Egy három tranzisztoros reflex vevőt beraktunk, a forgókondenzátor be volt kötve, tehát rendesen lehetett csavarni az állomás keresőt, egy rossz pacsirta rádió romot találtunk a szemétbe. És akkor készítettünk bele mindent, kibeleztük az egészet, a hangszorot benne hagytuk meg a forgókondenzátort. És akkor belülről ilyen vékony rotokkal huncutul bekötöttük, és a skála üveg mögé bevittük a... Belülről volt beforrasztva a hangszoróra két madzag, a kívülről látványosan ilyen drótok lógtak ki belőle, de belülről a hangszoró kónuszára ráforrasztottunk két hajszál drótot, és azzal elvezettük, és rendesen szólt a rádió, na jó, de nem volt benne a bele. Tehát a lámpák, meg a... nem volt benne semmi. Csatornaváltó, semmi. Mindenki volt bele, ez egy üres sasszi volt, és szólt, és bevittük a rádiósos hülyeségből, hogy ez állandóan szól. És az öreg rádiós teljesen ki volt borulva, mert a hangerő szabályozott, az is működött, csavarta az állomáskeresőt, jött a Kossuth meg a Petőfi, örjöngött az öreg, hogy hát ilyen nincs, mert az ő agyában még nem volt tranzisztoros rádió. Valahol már hallott róla, hogy van ilyen, de még nem volt meg neki. Tehát még ez már nagyon új volt, azt hozzáteszem. Tehát akkor még nem volt elterjedve a tranzisztoros rádió, tehát mi már nagyon-nagyon régen ezzel már ott voltunk. Persze, mert a gyerekek ebből először lázadást csinálnak. Ugye direkt bevittük a rádiós tévéshez, nem is volt még tévés, csak rádiós. Bevittük hozzá a rádió szervizbe, hogy állandóan szól a rádióban, mindent kiszedtünk belőle, még mindig szól.
Hát persze. És akkor belenézett, és tényleg így lógott a hangszoróból a két drót, meg a izé, szóval, hát ez nem létezik, hogy szóljon, nincs bedugva sehová, ez meg szól. Hát persze, mert az elem is benn volt a skálaüveg mögött, meg a rádió is benn volt a skálaüveg, ennyi kis helyen elfért, és mi meg avval rögcséltünk, hogy hát nem tudja az öreg, nem jön rá, hogy betettük a skálaüveg mögé. Mert mi avval voltunk, ez egy jó buli volt. És egy csomó ilyet csináltunk, de azért, mert meg akartuk mutatni az öregeknek, hogy lehet tovább lépni. Hogy te leragadtál haver ezen a szinten, de most tessék tovább lépni. Hát most is ugyanarról van szó. Én még most is ugyanaz a lázadó vagyok. Tehát a skálaüveg mögé beraktam a fizikát, ez nem más, mint az időszerkezettan. Az azért van, mert az időszerkezettan az nem létezik, hát az idő, hogy delta t, aztán szar, semmi. Ennyi volt. T, delta t, ennyi volt, az idő az csak egy paraméter. Egy szorzó, kész. És mérjük az órával. És az időről beszél valaki, mindjárt óra, történelem, maximum idáig jut szellemileg, kész. És idő, meg történelem, óra, történelem, értjük mindent, hát fenét érted, semmi köze nincs hozzá. Hát időből áll az anyag, időből áll az fény, minden időből van. Tehát az időnek a módosulatai ezek, amiket mi itt úgy látunk, hogy ez az anyag, meg a megfoghatóság, ez felét, azok mind időből vannak. És ezt beraktam a skálaüveg mögé, tehát azt csináltam, hogy na jó van, akkor levezetjük egy ilyen semmire való hülyeséget, levezetünk, elmondunk, simán hagyták, egyetlen ellenség nem volt. Nem volt ellenség, különben rögtön a torkodnak ugranak. Oh. És ezért nem beszéltem, pláne az elején Bibliáról. Nem azért, mert nem jó a Biblia, nagyon jó. Csak hogy ő egy büdös szót sem ért a Bibliából, de neki megvannak erről a kioktatott rögeszméi, a dogmái megvannak, és akkor ő azt érti. Ha megkérdezem, hogy de miért mondod ezt, azt már nem tudja. Miért imádkozott az ördökhöz? Mert ő imádkozik az ördökhöz, csak annyira együgyű, hogy nem vesz észre. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hová ne vigyél? Ki? Hogy? Ki visz a kísértésbe, bogárkám? Nem az ördög? Jújjúj. Akkor te imádkozol, hogy ne vigyen téged a kísértésbe az ördöghöz is? Igen. Csak ő ezt nem tudja. Szépeleg, a végtelenségig, a megfeszített Jézus nézi, könnyezve. Szegény tényleg halálra kínoszták? Na de... De ez az egész vallás? Hát nem hiszem. Amikor a tudás ott volt benne, hogy ő hogy teremtette magából a világot. Ez a tudás, nem az a tudás, amit itt nekünk kell adnak. Ne vicceljetek. Se a vallás nem tudja már, se a fizika még nem tudja, a vallás már nem tudja. Ennyi. Tehát most éppen egy köztes állapot van, azért kell most elmondani. Mert hogyha 1600-ban mondom el, akkor engem mágiára állítanak. Simán, gond nélkül. Ma azért is mágiára állítottak, hogy a Föld a nap körül kering, bocsánat. Már ebből is óriási cirkusz volt, ugye? Mert minden a Föld körül forog. A látszólag, igen. Na jó, de ez csak látszólag van. És mindig lesznek olyanok, akik jobban tudják, most is. Tehát nehogy az itt, hogy nem, lesznek. Lyukas Föld elmélet. Mindig megjelenik. És az a bolond az egészben, hogy igaz. Abszolút igaz, csak nem úgy, szóval nem osztogatják, hanem fosztogatják, és nem Moszkvában, hanem Kijevben, szóval baj van vele, de igaz. Mert hogy nem is a Földről szól a történet, ugye, hanem a Holdról. Csak hát ki a fene hiszi el, hogy egy ilyen űrhajóba beültetnek téged, ami kettőt villan, kettőt fingik, és már ott van a Hold, bent a Hold belsejében. Hogy kerül belőle? A Holdnak nincs is belseje, ott kő van, ugye? Ugye? De hát nem az van, hanem beugrik egy hangárba, aztán utána levezetnek téged, kiszállítanak téged, és levezetnek téged egy lépcsőn, azt ott van egy ilyen negatív tenger, meg mit tudom, és ott van. Na hát, és nem érted. Ja, és egy műnap világít a közepében, a Holdnak a közepében. Van egy műnap. Van rá feljegyzés ilyen műnapra, van rá feljegyzés, több is. Több is van. De a romaiaknál is ott van. Mármint a Néró idejében lett volna, hogy kaptak egyet a földön kívüliektől, egy ilyen műnapot, ami Rómának a közvilágítását adta egy csomó ideig. Tehát nem kellett utcai lámpa,
hanem az ott éget, világított a város fölött, mit tudom én, 20 kilométerre, és világos volt a városban éjszaka is, mint a telehold lenne legalább annyira, vagy még jobban. Tehát ez volt a közvilágítás, kaptak egy ilyen műnapot, hogy ne legyen sötét. És tényleg volt ilyen, leírta a történelem, persze nem érti, és akkor megpróbálja, hát ez nem, nem, hát ilyen nincs, hát nem lehetett a történelem, és kirakja a történelemkönyvből. Addig ügyködik, ugye, még, mert ugye ez bizonyítaná, hogy technikailag följebb volt néha a Föld, legalább ilyen szinten, hogy kapott ajándékba egy zsebszámológépet mondjuk. Ugye, de volt ilyen, ugye a antekirai, vagy mi a fene lelet, ugye, ott, igen. Ott van, lehet látni, hogy nagyon finom megmunkálású fogaskerekek vannak benne, de bocs, barkám, azt ilyen ócskareszelőkkel nem lehet megcsinálni, az gépi munka látszik, gépi osztás, és így tovább. Tehát, az nem lehet egy ilyen fogaskereket megcsinálni, és ott van a fogaskerék, tehát mutatja, hogy ott van. Egyértelmű, hogy megvan. Mert mindig azt mondják, hogy miért nem lehet ilyen technikai berendezéseket találni? Lehet, találtunk! Csak te mit csináltál, vagy összetörted, megszüntetted, ugye, mert ilyen nem lehet, és akkor nem lehet. Akkor szétverte, agyon csapta, beolvasztotta, eltüntette. Mint hogy találnak óriás csontvázak, ha találnak. Bazi nagy! Óriás csontvázakat találnak, tényleg találnak, régészek találnak. Leporolják, aztán összecsomagolják, berakják egy ládába, azt eltüntetik, kész. Ha jó esetben, ha nem égetik el valahogy, hogy ne maradjon még a csont sem. Mert akkor egyfajta bizonyítéka lenne annak, hogy a Bibliában mondjuk azt írták, hogy akkor még óriások éltek a Földön. Bibliai szöveg, tessék megnézni. Na, hát azok az óriások tényleg éltek a Földön, csak hogy az evolúciós elméletünkbe, ebbe a gyenge kis evolúciós elméletünkbe nem fér bele. És innen kell nekünk tovább lépni, hogy de utána kell ennek nézni, és bizonyítékokat kell rá szerezni. És lehet. Régész barátom mondta nekem, hogy de bizony találtunk ilyen nagy csontvázat. Mondta bizony. Tessék, parancsolj. Milyen politikai és gazdasági berendezkedése van egy nem földi civilizációnak? Hát sokféle. Van, ha ugyanúgy arra gondolja, hogy csak 800 millió lakott bolygó van ebben a galaxisban. 800 millió lakott bolygó. Na most egy lakott bolygón belül is az egy szál pöcsbe rohangáló ősembertől kezdve az űrhajózásig minden van. Most, nézd meg! Vannak ilyen őserdőben rohangáló indiánok, akik nyillal próbálják lelőni a helikoptert, amikor meglátják, mert még sose láttak helikoptert. Véletlenül felfedezték őket az őserdőbe, és akkor próbálják, hősek, ezek hősök. Hát az égi madár jön és zörömbölve, csörömpölve, és kimer állni, és lelövi nyillal, és megharcol vele. Tehát ez egy hős, ma maga szintjén. De most is vannak ilyen egyszápöcsbe rohangásoló hősemberek, akik a szigeteken, meg egyebeken túléltek, megmaradtak, és vannak, fölötte meg megy az ISS űrállomás, és hatan ülnek benne, és akár egy évig is fönt van az űrállomáson, súlytalanságban, és ott élnek. Most is megy a fejünk fölött az űrállomást. Beírod a keresőbe, hogy ISS, és megtalálod Magyarország felett, és megnézed, hogy ISS Magyarország felett, és megnézed, mikor megy át, és akkor megnézed, és lehet látni, hogy megy át. Bár pont ez a weblap, ez átvert, de van az ISS-nek egy másik weblapja, ami angolul van, ott jó volt az áthaladás, mert itt néztem, és nem ment át. Pont tegnap néztem, és vártam, hogy jöjjön, de nem ment. Láttam másik műoldat, de az észak-déli irányba ment, észak felé ment majdnem. Az egy másik űrállomás volt, az nem, egy űrüzé volt, egy műhold volt. Tehát nem volt olyan nagy, mint az űrállomás. Az ISS már olyan nagy, hogy nagyobb, mint egy focipálya, és a napelemei olyan bazi nagy táblán, 16 nagy napelem van már rajta, és lehet látni szabad szemmel a napelemeket már. Tehát olyan bazi nagy, hogy már lehet látni, hogy az nem egy kis fénylőpont, hanem még csomó fénylőpont megy párhuzamosan, ahogy csillannak valami kell a fény, visszacsillan a napfény róla. Már olyan messzire van tőle, hogy már látod, hogy az nem egy pont, hanem 8-10 pont megy, ahonnan éppen csillog a fény. De nagyon klassz. És itt megy át, másfél óránként megy, kerüli meg a Földet, azért az baromi gyors, másfél óra alatt körbejárja a Földet. De 16-szor kerüli meg a Földet egy nap alatt. Ez csuda.
És ott kering 400 valány kilométer magasságban, és ott kering a föld körül, és cserélgetik rajta a személyzetet, hordják föl le a kaját nekik, meg a dolgokat föl le hordják, ők is lejönnek időnként, mert ott azért most azt próbálgatják, hogy már fönt volt már majdnem egy évig most valaki, 300 napig volt, mit tudom, eddig volt már fönt. Azt próbálgatják, hogy a Mars űrhajózás ugye, hogy másfél év oda, másfél év vissza, hogy azt ki kell bírni. Na most a másfél év oda, másfél év vissza, ráadásul már a van ellen övön kívül van. Tehát itt a Földet a mágneses tere védi. Mert a mágneses terében olyan sugárzási övezetek alak, az a van ellen féle övezetek, kettő is van, egy alsó, meg egy felső övezet, és ezeken belül kering az űrállomás. De hogyha kívülre mész, ott már sokkal nagyobb a sugárzás. Most éppen láttam egy olyan űrruhát, hogyha ilyen napkitörés van, hogy ilyen vízzel telt űrruhába bújnak bele. Ugye azt mondtam nektek, hogy a neutron bomba meg az egyéb ellen az véd meg, hogy belemész a fürdőkád vízbe, menni jobban belemerülsz, hogy ne kapjál neutron sugárzást. Ez a lényeg, mert a vízben nem megy bele a neutron sugárzás, már egy ekkora réteg víz nagyon jól megvéd. Na most az még egy fürdőkád vizet általában össze tudtuk hozni, ha az sincs, már megvéd egy vizes lepedő is. Valamennyire, hát azon kicsit jobban átmegy, de te egyszerűen bevizezele, belemártasz hirtelen a vízbe egy lepedőt, magadra teríted, és akkor megúszhatod a sugárzástól, különben szétrohad a tested. A neutron sugárzás az nagyon veszélyes, szétrohasztja az élő anyagodat, a DNS-edet szétrohasztja. Szétbomlanak a kötések, és akkor elbomlanak a közék. Igen ám, de ha elbomlik a kép, akkor te is elbomlasz vele együtt, mert a DNS-nek csak az a dolga, hogy vetítsen. Azzal vetít, hogy melyik atom hol van. És az egy holografikus forrásrendszer, ami egy gravitációs hologramot vetít, nem fény hologramot, hanem egy léthullám hologramot, így lehet a legjobban mondani. És ez a léthullám hologram, ez a gravitációs hullám. És nem az, amit hisznek, hogy két fekete lyuk és ez a felesd, de az is persze kell, az is gravitációs hullám, nem azt mondod, az nem, de hogy nem. Jó nagy. Nagyon jó látszik a távcsövünkben. Nagyon jó. Nagyon jó. Sajnos megint elromlott a távcső, úgyhogy mert volt egy ilyen nagy támadás, nekem is sikerült bekapni, mert a rohadt vírusírtóm is leadta magát. Tehát föladta magát, akkor lépett ki a vírusírtóm pont egy napja, vagy így valahogy, amikor jött egy ilyen bazi nagy támadás, talán nem véletlen. Tehát, hogy folyik az információs háború is. Háború van. Véletlenek pedig nincs. Véletlenek pedig nincs, a háború van. Tehát persze nézd, de az van, hogy azért, ami fontos, azt én mindig el tudtam úgy tenni, hogy az megmaradjon. Nem hagyjak táblán, mert az a legbiztosabb, mert az még hő és vízálló is. Egy kiégetett cserép az elmarad a föld alatt is évezredekig. De mondjuk a DVD-det vagy a izletet, az földukhatott 20 év múlva. Tehát az semmit sem ér. Tehát vannak ilyen elképzeléseink, hogy ez lesz a jó, de hát jó, hát nem lesz ez a jó. Majd erre ráfér egy fél Széchenyi könyvtár, na de ez is el fogja felejteni egy idő múlva. Pláne ha nincs számítógép, amivel újra visszaírt. Meg ez is előregszik, ugye? Mert ez is a sugárzások következtében találatokat kap. Elveszti a töltést, ugye, mert ez töltéssel tárol információt, ez a kis cerka. Ez egy nagyon jó szigetelőn lévő töltés. És azt a szigetelőn lévő töltést használják ki, hogy 0 vagy 1-es. Van töltés, nincs töltés. De annyira jó szigetelő, hogy nem sül ki 20 év alatt se. Nagyon jó szigetelő. Na de, ha ízék érik, állandóan rádióaktív becsapódások érik, akkor ez is elfelejti az információt. Tehát ez se tárolja el. A CD-t is elolvad, ugye? A CD elolvad, a DVD, ezek elolvadnak. És hiába fér rá rengeteg információ, el tönkre megy. Nem marad meg. Hogy tudod megőrizni? Hát ugye, úgy, hogy elviszed a holdra és elássad.
meg mit tudom én, de mit? Hogyha ha ilyen hordozókra írod, az se marad meg. Aranylemezeken tárolták el az őseink. Aranylemezeken, és olyan írásjelekkel, ami sokszor piktogram volt. Mert hogy a piktogram az mindenkinek ugyanazt jelenti. Tehát van egy kocka, és egy ember megy belőle kifelé, az a kijárat. Egy ember megy befelé, az a bejárat. Szóval viszonylag egyszerű megfejteni, nem kell hozzá lángelme. Hát ilyen, most már ilyen autista jelekre van az egész felállítva. Persze, mert amikor a földre költöztünk, akkor hirtelen elfelejtettünk, mert a kommunikálni, mert ez egy 5,5 átlagfajsúlyú bolygó. Nagyon nehéz bolygó. Tehát a Mars az 3,5. Ez meg 5,5. Tehát majdnem, hogy kétszer. Akkor a gravitációs zajt kelt a Föld, mint a Mars. És amikor ide költöztünk, mindent elfelejtettünk. Elfelejtettük a telekommunikációnak az alapjait. És ettől kezdve ott voltunk a bajba, ezért mindent megpróbáltunk lerajzolni egymásnak. Hát tudtuk beszélni. Nem volt verbális kommunikáció, mert volt sokkal jobb metakommunikáció. Tehát belenézek a szemedbe, és gondolok valamit, azt a fejedben egy ilyen Széchenyi könyvtárat pillanatok alatt így át tudok önteni a fejedbe. Hát gondolj bele, hogy a leesel a harmadik emeletről, és közben még a másodiknál vagy, vagy a másfeledik emeletnél már lepergett az életed. Aztán beleesel a zöldségesnek a ponyvájába, vagy szoktam mondani, és nem halsz meg, de már lepergett az életed az esés következtében, mert akkor még nem tudtad, hogy bele fogsz esni a zöldséges ponyvájába. Leszakítottad, de nem haltál meg, csak összetörtél 3 paradicsomos ládát, még 2 paprikás ládát, meg egy kicsit beverted a lapockádat, de túlélted. És lepergett az életed. És ez benne a lényeg, hogy ennyi idő alatt le tud peregni az életed, akkor volt 30-40-50 év, az le tudod peregni, akkor gondolhatod, hogy mennyi információt lehet egy szemvillantás alatt átküldeni egy másikra. Ha, de amikor ez nem működik, akkor nagy gáz van, akkor azt sem tudod mondani, hogy éhes vagyok. Nem, hogy egy Széchenyi könyvtárat, azt sem tudod mondani, hogy éhes vagyok, mert hogy nincs ilyen információ közni. És akkor jött az egyiptomi, úgy egyébként a Dogon, ott a Dogonoknál megnézed, ugyanolyan piktogramokkal beszéltek, mint a maják, csak egy picit jobban észre kellene venni. Csak a sok beképzelt hülye idióta kutató azt mondja, hogy hát ezek nem tudtak írni, anyád nem tudott. Nézd már meg, ott van a, hát figyelj, ott van a falon kiírva, te hülye gyerek. Ilyen magyar piktogramok vannak egy csomó. Hát micsoda, hát az egy írás, csak hogy te azt nem tudod elolvasni, és te ennyire csökött vagy, hogy nem tudod elolvasni, de lenézed a másikat, tényleg? Nem tudta elolvasni a rovásírást, ugye, mert hülye volt hozzá. Egyébként több írásjel van, mint a latinban, mert 44 írásjel volt, ugye? És nem tudta elolvasni a rovásírásunkat, erre azt mondta, a hunok nem is tudtak írni. Ilyen a nagyképű hülye, az mindig ilyen volt. És akkor ő azt képzeli, hogy ő az okos. Hát dehogy is okos, hát hogy lenne már okos. És ugyanígy a piktogramok az összes nagy ősi népnél ott vannak. Tessék észrevenni, parancsolj! Hogyha vannak olyan civilizációk, ami a Földön most is élnek, de Föld alatt. Náluk ez a probléma nem merült, hogy a Föld alatt jóval nagyobb gravitációs zajban vannak is. Hát dehogy nem merül föl, dehogy nem. Te, Földben. Mit csinálnak ellene, hogy ne hűljenek? Nem tudnak ellene védekezni. A gravitációs hullámok mindenen átmennek. Világos. Az ellen nem tud védekezni. Szóval mitől tudott ő még mindig fejlettebb maradni, mint a felszín? Ha megvannak a megfelelő átalakítási módszerek, tehát megmaradtak mondjuk először piktogramokkal, aztán már egyre változva, egyre inkább először fonémaírások voltak, tehát hogy olyan, mint az eszkimóknál, meg máshol is, a fonémaírás ugye, hogy ilyen, hogy pa, pipo, stb. Tehát megvannak a P betűvel az összes magánhangzó, oda is, meg vissza is. Vagy ilyen a hiragana, meg a katakana a japánoknál, ahol igazából ilyen fonémák vannak, és a fonémaírás minden más hangzót kimond minden magánhangzójával, és akkor ez egy beszéd lehetőség, írás lehetőség is. Mindegyiknek csinált egy írásért, vagy 70 alány írásjele van, sokkal több írásjele van neki, mert a fonémákat írkálta lefelé egy írásjellel. Ez nekünk is megvan,
ez a fonémaírás, ugye, a hangtanban ott megvan a fonémaírás. Ott is a fonémákat, hogy hogy kell kiejteni egy hangzót, ott is megvan. És ezek utána kialakultak a fonémaírások, utána kialakultak a betűírások. De kiderült, hogy még jóval kevesebb írásjellel le lehet írni. Ilyen volt az Agaba fősemánunk által egyszerűsített rovásírás, amit idő előtt 4040-ben egyszerűsített Agaba. Hát az bizony már 6000 évnél régebben volt. És már akkor volt írásbeliségünk, de már akkor betűírásunk volt. Na most, hát akkor gondold végig, hogy végigjárod ezt az utat, ez pár ezer év alatt, akkor az azt jelenti, hogy hát már 6000 éve is megvolt a legkorszerűbb betűírásunk. Le tudtuk írni a gondolatainkat, mert azt mondták itt ilyen rettentő szkeptikus mocsodékok, hogy ezzel a rovásírással nem is lehet leírni egy értelmes emberi gondolatot. Aztán 44 betűvel nem lehet leírni, amit 24-jel lehet, ugye? Tényleg komolyan gondolja ez a hülye? Ne komolyan gondolja, az benne a pláne. Azt mondja, hát rovásírással nem lehet leírni egy könyvet, mert ő gyűlölni akar, érted? És az a lényeg, hogy te senki vagy, ő meg valaki. Így működik. Így működik. És nem lehet őt lebeszélni a hülyeségeiről. Mindig ki fogja találni, hogy te miért nem vagy jó, és miért vagy te hülye, ő meg okos. Mindig ki fogja találni. Akármit mondasz. Olyan, mint a snobliba. Mindegy, mit dugtál három? Ez pontosan ugyanolyan. És? Vedd észre, hogy most a politika miről szól. Bármit csinálom, a kormánypárt mindig ellene ugatnak. Ha az a baj, hogyha vasárnap nyitva van, az a baj, ha vasárnap nincs nyitva, az a, mindig ellene ugatnak. Az a lényeg, hogy ellene. Az a lényeg, hogy feluszítsák, tönkreteszik a dolgozókat, meg a szerencsétleneket. Előtte meg pont azért ugattak, hogy milyen szörnyű, hogy becsukják. És itt most nem a kormányról meg a ellenzékről van szó, hanem a stílusról. Itt most csak arról van szó. Meg a logikáról. Meg a logikáról. Semmi logika. Mindegy, hogy te mit csinálsz, az a nem jó. Ez a logikája. Az ellenkezője se jó. De mindegy, mit csinálsz, nem jó. Olyan, mint a vállóperes feleség. Bármit csinálsz, bármit mondhatsz, az már nem jó. Kész. És te akkor is egy szemét vagy. Mindegy, mit csinálsz, szemét vagy. Kész. Így működik. Hát igen, és ez persze nem győzelem, de hát de tönkre teszi mind a kettőnek az életét, csak ő azt hiszi, hogy győzött, de hát rossz sebe győzött, de hogy győzött. És hogyha megkap mindent, akkor mi van? Eltapsolja, szétszórja, ennyi volt. Hát nem tudja kezelni, mert hülye hozzá. Hát az elvtársak megkapták az egész országot, és mi lett belőle? A végén elszaladtak, eldobtak kaszát, kapát, elszaladtak. Aztán utána messziről elkezdtek magyarázgatni. Hát a tudományban nem volt rendszerváltás, tessék észrevenni, hogy nem volt. Ugyanazok, még a Kádár nevezte ki a professzorokat, ne viccelj. Hát ugyanaz, de nem volt rendszerváltás, csak messziről bemutogat a pályára, de már nem talál ki újat. Hát itt kezdődik a baj, hogy újat kéne kitalálni. És én rögtön mellé állok annak, aki újat talál ki. És vannak ilyenek, tehát vannak ilyen barátaim, egyetemi tanárok is, meg egyébként, vannak ilyen barátaim, de nem túl sok. Nem túl sok. Vagy már el is jött az egyetemről. Mert egy darabig, mit tudom én, a diákok mindig őt választották meg a legjobb tanárnak, meg minden, és ezt nagyon utálták a többiek. Így működik. Mert tényleg jó tanár volt, tényleg jó tanított, tényleg megcsinált. Csak éppen ezt nem nagyon szerették a többi tanárok, mert ők is szerettek volna a legjobbak lenni, bár nem azok voltak. Tessék, parancsolj. És ezek a föld alatti lények, ezek oda vannak bekötve, ahova mi? Igen. Hát ezek földiek. És itt is születtek a földön. Tehát ezek a föld alatti lények csak a föld alatt élnek, de ott persze nagy fény van, tehát nem vaksötétben élnek, ne úgy gondold, mert hogy rengeteg jó energiaforrásuk még megmaradt, és ezeket az energiaforrásokat használják is. Tehát meleg van, fény van, de mégis valahogy más az egész. Tehát nekik már nem jó följönni, de mégis a föntről jött gyümölcsnek más íze van. Oxigéncsere? Működik? Működik, persze. Mesterségesen? Mesterségesen is működik, meg a növények. Tehát növényeket is termesztenek, és azok ott is van oxigéncsere. Tehát egy mikroklimát létrehoztak a föld alatt, ezek a föld alatti városok, és ők önellátóak, de azért időnként följönnek egy teherautóval, aztán megpakolják zöldséget, és leviszik. De Andokban több ilyet megfigyeltek,
hogy az őserdőben elmegy egy teherautó az őserdőben, nagyon megfakott teherautó, rendesek aranyjal fizetnek, és persze boldogan veszik a zöldségesek, aranyjal fizetnek, jó áron megfizetik a zöldségeket, így aztán jók a termelőnek is jó, mert a zöldséges persze nem ad neki aranyat, de ad neki valami vacak pénzt, de hát akkor is, annak is jó, mert az is megél, és ezeknek is jó a föld alatta élőknek, és ezek nem ellenünk vannak, hanem velünk ezek földiek. Nagy szerencsénk van, hogy nem ellenünk vannak. Ezek már úgy is mondhatjuk, volna. Hogy egy, igen, nagy részben az őseink, bár nem csak a mi közvetlen őseink élnek a föld alatt, mert hogy kapcsolatban maradtak a földön kívüli rendszerekkel, és lejártak oda földön kívüliek máshonnan is ide ezekre a bázisokra, és hát ugye és szaporodtak is. Tehát nem csak a mi közvetlen őseink vannak, és nem is csak homo sapiensek, szürkék is vannak. Szürkék is vannak, és a következő világkorszakban mi azt mondta a nagyfőnök, hogy mink is szürkék leszünk. De pici szürkék, vagy ilyen mostani méretű szürkék? Most kisebbek leszünk, mint a mostaniak, de az északiak magasabbak lesznek, mint a déliek. Tehát 150-180 centisek, vagy csak 50-80 centisek lesznek? 150 és alatta. Kis mély növésűek leszünk, igen. De egyre kisebbek lettünk, ahogy az idő ment előtte. Tehát mindig kisebbek és kisebbek lettünk. Most már itt tartunk, ahol most, de ilyen kicsik is vannak, vagy ekkora kicsik is vannak. Emberek, ugyanolyan emberek. Ilyen ekkora emberkéket már találtak is. Nekem van róla röntgenképen, mit tudom, egy csontváza van, minden, az ekkora. És rendes felnőtt ember, csak ekkora nagy. Így a kezedbe elfér. Ekkora szokták az úgy, hogy magzatok voltak, abortált magzatok. Abortált magzatok, hát persze. Azok nincsenek úgy csak a kutacsal össze van nőve, ja. Abortált magzatnak. Szóval, hogy mondjam neked, amikor nem akar, akkor nem akar. Szóval, akkor nem akarja észrevenni, amit én nagyon észre kéne venni. Például, mit tudom, én találtam ilyen földön kívüli koponyát a kecskeméti Katona József Múzeumban. Ki volt állítva a vitrínbe? Nézem. Hát mondom, ez egy kis szürkének a koponyája. Ki van állítva? Jaj, de jó. Mellette volt emberi koponya is. És a múzeológus, hát mink voltunk hárman az egész múzeumban, mi ketten felnőttek meg a fiunk, kicsi volt még, és várni kellett, vagy két órát a vonatra, és akkor bementünk a múzeumba, hogy ne ott üljünk a pályaudvaron, azt várjunk, bementünk a múzeumba, és hát látom ám, hogy ott van kitéve egy földön kívüli koponya. És akkor mondom, ott jött velem a múzeum, jött velünk a múzeológus, és magyarázta, hogy mi, micsoda, nagyon aranyos, kedves volt, ráért ott, nem csinált semmit, jött velünk, és magyarázott, és hát nagyon érdekes volt, mert utána, rögtön ahogy hazaértem, a kecskeméti tanítványaimnak szóltam, hogy, vagyis barátaimnak, hogy gyerekek, egy földön kívüli koponya van a múzeumban kiállítva, ezerrel tépjetek be, fényképezzétek le, mert nincs nálam fényképezőgép, de ezerrel tépjetek oda, és képzeld el, hogy mi történt. Ezt akkor nem mondta nekem a múzeológus, de másnap, amikor odaérték, bontották az egész kiállítást. Nem azt az egy valamit vették ki, hanem az egész kiállítást lebontották, már ki voltak pakolva a vitrinekbe a dolgok, és megérkeztek, igen ám, csak valaki, aki az utasítást kiadta, meg aki az egészet végrehajtotta, az nem ugyanaz volt. Aki végrehajtotta, annak ez nem volt érdekes. Nem kellett eldugni neki semmit. Ezek beállítottak a múzeumba, és be is mentek, mert ezek olyanok. Be is mentek, és vitték a jó fényképezőgépet, és akkor ment velük egy röntgen szakorvos, aki abszolút ért az anatómiához, röntgen szakorvos is. Egy hölgy ment velük, újságíró ment velük, minden is, és akkor szépen, hogy lefényképezhetnénk ezeket itt. Körbe fényképezték egy pillanat alatt, mert nem ugyanaz volt a végrehajtó, amit mondok, és az engedte, hát annak ez semmi volt, hát mi ez egy koponya, ki a fenét néz egy rocska koponyát, miért ne fényképezhetnénk? Igen ám, csak hogy az egy földön kívüli koponya. Kim van az interneten,
mert valahová azt eladták utána a jó pénzért, az a valamilyen izé van, mert megjelente ez, láttam, ugyanaz a koponya szerintem, láttam valami nyugati pali kezében is, mint hogyha nagy pénzért megvette volna egy ilyen érdeklődő, mert hogy azt az berakták dobozba, nem is fontos, és közben fontos volt, mert az egy szürkének volt a koponyája, mondták, hogy deszkák között préselték, és akkor ilyen hülyeséget, ahogy szokták ezt a hülyeséget előadni. Igen, mondom, igen, hát nagyon nyomhatták a deszkával, mert ennek nem a szemén hátul volt a kimenet, az ideg kötegnek a kimenete, mert nekünk a szemünkben hátul van a szemgödörbe a kimenet az agyunk felé. De ennek itt volt a kimenete, itt a két szeme sarkában. Ott volt két lyuk, ahol kiment az ideg. Hát ezzel kicsi baj van, hát ugye? Nagyon kellett nyomni, hogy ez így oda forduljon szerencsétlen, mert hazugság, igen, de ez az egy hazugság van, deszkák között részelt, csináltak is ilyen felvételeket, hogy rákötöztek gyerekre, meg spárgát, meg izét, meg deszkát, meg csináltak ilyen indiánokkal, ugyanezt már előadták ezt a csalást Mexikóban is, csak ilyen maja indiánokkal rákötöztették a gyerekre, de hát most rákötözöl-e két deszkát a gyerekre, adok neked 500 dollárt. Hát persze, miért ne kötözném rá? Érted? 500 dollárért, persze, hogy rákötözöm. Így spárgával rákötözöm, persze rákötözöm, hát a gyereknek nem lesz semmi baja, én meg rákötözöm, azt jó van. Hát ezt lefényképezték, és akkor így, már meg is volt, hogy az indiánok még most is préselik. Most egy nagy probléma van, hogy az indiánok között nincsenek ilyen cuszli fejűek, tudod? Mert ha préselnék, akkor volnának, de ilyenek nincsenek. Na, ez elsiklottak fölötte, tehát ez már nem annyira fontos. Persze, mert volt egy ilyen gyermetek hülye teória, hogy deszkák között préselték a fejüket azért, az egyiptomiak is, meg minden, hogy ilyen nagy legyen a fejük, mert az aztán olyan borzasztó jó, mert gondold bele, hogyha préseled igazából, attól nem biztos, hogy nagyobb lesz a feje, legfeljebb ilyen ortopéd, de ki is lapul. Tehát látszana a deszka préselés. Jó, akkor kötéllel körül csavarták meg, szóval mindent kitaláltak, csak azért, hogy a csúcsfejek kijöjjenek, mert vagy csomolják koponyát. Itt van a Földtani, vagy milyen múzeumban, ahol láttam, milyen múzeum volt ott, már voltam ott, nem volt ott egy látogató se. A Népliget mellett van az a geológiai intézet. Földtani intézet. Azért mondom, Földtani intézet. Ott ilyen vitrinekben megvan valahol nekem DVD-re kiírva, tehát szerencsére megvan, mert lefényképeztük. Van vagy 4-5 ilyen koponya a Földtani intézetben is. Ilyen hosszú csúcsfej koponya, ilyen. Ekkora koponyája. Persze nem földi koponyák ezek, amiket megtaláltak, mert néha meghaltak a földön kívüliek is, eltemették őket, azt jó van. És akkor mi van? Na most csak úgy mondanám, hogy az egyházunk most ugyan takarékon van, működik persze, de takarékon van, mint régen. Hát most megint takarékon van. Mert rájött az állam, hogy valami nem stimmel. Tudnék, az egyházunk alapítókiratát, ha megnézed, kim van az interneten, akkor így az első oldalon ott van, hogy mi bárkinek kiszolgáltatjuk az Istennek a szolgáltatásait, tehát esküvő, temetés, stb. Keresztelő, mi bárkinek kiszolgáltatjuk a szentséget, bárhonnan jött az univerzumból, ott van a szövegben. Csak erre már az a sok rettentő csökkent agyú nem jött rá, hogy ott van leírva, és erre engedélyt adtak. Most képzeld el, hogyha itt megérkezik a lakodalmas menet, és mondjuk 42 tufó itt áll a levegőbe, mert itt a kápolnánk, és akkor most képzeld el, hogy jön a 42 tufó, ja, nekünk engedélyünk van, hát első megnézni, itt van az alapítókiratban. Nem jöttek rá. Persze, mert el se olvassa, mert nem foglalkozik az ilyenekkel, nem is érti meg a mondatokat. Hát eddig se értette, akkor most mitől lett volna okosabb? Hát nem lett ez okosabb. Csak bürokrata. És a hülye bürokrata nem vette észre, és aláírták. De milyen érdekes. Hát persze, az egyházunknak még ráadásul az a neve, hogy Univerzum Egyháza. Na hát gyerekek, miért az Univerzum Egyháza? Hát azért, mert ez egy valóban univerzális egyház, és itt, hogyha valaki egyszer csak bejön az ajtón, és leül melléd, és ilyen nagyon földön kívüli kinézése van, akkor ne rémülj meg, mert hogy belefér. Szóval ne rémüljetek meg egy ilyentől, mert előfordulhat.
legyen jó idő. De nézik az interneten ezt a műsort is. Nézik ám, azt hiszed nem. Nézik, abszolút nézik. De hozzá is szólnak. Hozzá is szólnak, mert én látom az IP címéről, hogy nem földi. És ezt hogy lehet látni, nem. Nem mondom el. Nem mondom, mert tönkreteszik. Akkor megszüntetik, tönkreteszik, hazavágják. Persze, ajj, persze. Van egy IP tartomány, ami direkt rájuk jellemző, vagy mi? Úgy van. Úgy van. Csak rá kell jönni. Akkor ezek szerint van nekik egy ilyen komportjuk, hogy valahonnan ide rá tudnak csatlakozni. Persze, 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 persze. És fizetik, az a belép, fizetik azért, nem téma. Jelölt fizetés az semmi, még akkor is, hogyha a széles sávot vesz, akkor is semmi az. Nulla. Mert neki az arany az csak bádog. Na most akkor figyelj. Bányásza vagy csinálja az aranyat? Csinálja is, bármikor csinálja. De nem úgy, hogy szóval nem is alkímia, hanem nyomtatja. Na de hogy? Gondolom. Úgy, ahogy az űrhajót is nyomtatja. Nem ám neki áll aztán kalapálja, meg, mint ahogy mi csináljuk a repülőket, darabokból összetaknyoljuk, aztán persze lezuhan egy ilyen repülő, aztán persze, hogy 1000 darabra hullik, mert úgy van összeszegecselve egy ilyen gyenge tákolmány. A Schönefeldről felszállt velem a malévgép, és néztem ki, pont az ablak, szárny mellett ültem, és néztem, és így járt a szárnya, olyan volt a Schönefeldi repülőtér, ilyen epe upás volt, szóval, hogy felszállt, nekifutott a malévgép, így csapkodott a szárnya, így. Az kell a felszálláshoz, hogy csapkodott. Kell a csapkodott szárnya a felszálláshoz, igen. Madás csapkodott a szárnya, hogy mondom, hogy mondtam is a stewardessnek, hú, milyen csapkodott szárnyú repülőnk van. Ugye, mert ugye úgy járt a szárnya vége, csoda. Mert hogy, hát ez egy tápkolmányok. Ugye? És hát nem így kellene repülő szerkezeteket csinálni, hanem másképp. Hanem jobban kéne csinálni. Most éppen a Kabbalát olvastam az előbb, nézegettem vele. Hát ő is arról indít, hogy a vízelemről indít. Tehát, hogy van először egy forrás, és ez gömbszerűen terjed. Nem igazán mondja el a gömbszerűen, mert a rajzot megpróbálja értelmezni, de azon egy kör van, meg egy pont. Egyébként a napnak a jele milyen érdekes. Ami szintén gömbszerűen sugároz. Ilyen, hallottam ilyen csillagászt, aki egy ilyen természetgyógyász, valamilyen kongresszus szerűn elmondta, hogy mint asztrológia az egy hülyeség, már azért is hülyeség, mert például az asztrológia egyáltalán nem foglalkozik a nappal. Ő egy napról szóló előadást tartott. Tehát innen látszik, hogy milyen mereven, buta, dogmatikus hülyeségben van. Bele se nézett soha az asztrológiába, mert hogy bizony az az egyes számú objektum. Tehát innen látszik, hogy merev, hülye, dogmatikus. Nem bír kiszakadni a saját izéből, lóellenzőjéből. És mert ő a napról tartott előadást, ami érdekes volt. Nem avval van baj. Hanem az, hogy avval indít, hogy leszólja, és az ott ülő legalább 150 asztrológiát végzett okostojás egy sem mondta, hogy de hát az egyes objektum az asztrológiában. Senki nem mondta. Ez innen látszik, hogy csak dogmatikusan bólogatnak, de nem tudják, hogy mit hallgatnak, szóval ez borzasztó. De nem értik egyáltalán az asztrológusok se. Hát én nem vagyok asztrológus, én hülye vagyok hozzá, nem is mondtam soha, hogy én asztrológus lennék. De sipancsol. Tavaly össze volt egy többnapos, ami kongresszívszerű valami, aminek az volt a cím, hogy vidd hírét a léleknek. És én csodálkoztam, hogy te nem szerepelsz ott. Nézd, az van, hogy sőt, elkezdtek rám anyázni többen is olyanok, akik tőlem tanultak. Valamelyik előadónál föl voltál sorolva, mint a... A hülyék hülyéje. Nem, mint hivatkozás. Van olyan, aki felsorol becsületesen, igen. Aztán van olyan, aki csak ellopja a tudást, és azt mondja, hogy ő találtak, én meg egy hülye vagyok. Szóval ilyen van, ilyen többször is volt a pályafutásom során, hogy ilyen, hát volt az első könyv, amivel megjelentek az én téziseim, az speciál éppen egy radiesztézia könyv volt. De abban az időben még volt cenzúra, nem lehetett megjelentetni. És pont a cenzúrának a legvégén, tehát amikor megszűnt a eldobta kaszát, kapát, elvtársak is elszaladtak, na akkor volt egy ideig, hogy bármi megjelenhetett, mert nem volt cenzúra.
és akkor tényleg ilyen áradat indult el. Szóval akkor mindenki mindent kiadott, a leghülyebb könyveket is kiadták, de szörnyű szarokat is, mindent kiadtak. Mert mindenki önmegvalósított, és én vagyok az egy író, és írtak mindenféléket. És egy radiesztézia könyve idejöttek hozzám, hogy vasárnap délután, hogy holnap reggel viszik Debrecenbe, olvassam már el. Hát olyan szarul volt megírva, ez egy ilyen 8 osztályt végzett ember volt, akinek a helyesírása köve egy ilyen 5-es színvonalán sem volt, és olyan rettenetes szar volt a kézirat, hogy én átírtam az egészet, reggelre már a 3 részét átírtam. Tehát aztán a másik, a maradékot azt meg a nyomdász írta át, mert aztán hallottam, hogy az is haját tépte, és odáig át volt írva, de onnantól kezdve olyan rossz volt benne a helyesírás, és akkor üzentem, hogy még nézes meg a nyomdásszal, és meg is nézette szerencsére, és a nyomdász kilektorálta belőle a hibákat, mert olyan sok volt benne a helyesírásiban. Régen a nyomdászok még tudtak helyesírni. Még a nyomdász szakmához az hozzátartozott, egyfajta lektor is volt, mert ők szedték, a nyomdászok szedték ki szedőgéppel, még nem fényszedés volt, hanem még szedőgéppel szedték ki a betűket, ólom betűket raktak egy dobozba, de ezt egy gép rakta oda sorba. Tehát, hogy ő kiszedte, és akkor utána ezekből rakták össze aztán a lapokat, a tükröket, amiből aztán nyomtattak. Na most, akkor jelent meg, szóval az a lényeg, hogy ott már megvoltak a téziseink, abból, azokból a tézisekből szokott most a Szamarka utcai előadásban fölrakni a Berci fiam, tetemre hív engem, hogy mit mondtam én ezelőtt 30 évvel. És akkor 30 évvel ezelőtti dolgokat. És jó még, ez megjelent az Új Világ magazinba Amerikában, tehát nem lehet megsimliskedni. Az Új Világ magazinnak volt egy kapu melléklete, és ez volt ugye az Új Világ kapuja, milyen érdekes, ha összeolvasod. És ott én publikáltam ezeket a téziseimet már, tehát ott megmaradtak. És miután ez megvan nekem egy fénymásolatban is, az a lap, az egy ilyen ekkora nagy újságlap, azon ott vannak is. Az a lényeg, hogy ott én már leírtam az idő szerkezetéről azokat, hogy mit gondolok én erről, és nem kellett megváltoztatni lényegében egy-két szót legfeljebb, de nem lényegit. Tehát mondjuk zárójelben oda tettem, hogy neutrino, de nem a neutrino nem oda tartozik, mert akkor is gyanús volt nekem, de még nem tudtam. Persze 30 év alatt ez állandóan kutatva van és változik, tehát azért arra gondolni kell. De az volt az érdekes, hogy az alapjai jók voltak. Tehát amit kérsz, hogy az időszerkezettant vegyük alapból, azt én rendszeresen mindig alapból el szoktam mondani. Az öregek már tépik a hajukat, mert már 26-szor hallják, bár nem értik, de azt hiszik, hogy értik. De ha visszakérdezek, ugye, akkor már probléma van, mert az idő forrásnak a modulációját, ugye hányszor mondtam, hogy N irányba tud N amplitudóval rezegni, az N-szer N információ, tehát olyan, mint a N-szer N egy adat lenne, tehát N-szer N adat, végtelen-szer végtelen adat. Tehát az N az egy megszámolhatóan végtelen nagy szám, ugye? Tehát akármekkora, nagyon nagy szám, de még kifejezhető. Tehát az egész univerzum minden információja minden pontjában ott van. Az előbb mondtam, ugye, hogy a legkisebb szikránban ott él, ha kavarog az egész univerzum. Persze, de az univerzum minden pontja az egészet őrzi. Na de hát akkor mindegyikben egyformán benne van az egész, visszakérdezek. Nem. Miért nem? Mert más aspektusból van az egész. Mindegyikben más aspektusból van, tehát az más szemszögből. Ahogy én ezt a... Innen nézem, te onnan neked ez szemből van, neked már a farka felül van, érted? Mint a kínai tanmesében, hogy a paraszt kiül egy bögrével a telkén a két telek határára, a két szomszéd ott van két oldal, és akkor kiül a telek határára, és akkor iszogat egy bögréből, és az egyik megesküszik, hogy fekete bögréből iszogatta a teáját, a másik, hogy fehér bögréből, pedig egy olyan bögre volt, aminek a jobb oldala fehér volt, a bal oldala meg fekete. És megesküdtek rá, hogy ez fehér bögréből, pedig feketéből. De ha jobban megnézte, akkor ez félig feketére festett bögre volt, tehát itt is arról van szó, hogy más aspektusból. Ugyanazt a bögrét látom, csak más aspektusból. Na de utána a következő legkisebb időpillanaton belül a fluid szálon odaér minden információ. Úgy van. Csak azt ugye
nehéz szűrni. Nem is kell szűrni. Akkor, de egyébként szűri maga az atya is, mert ha kérdezek tőle valamit, ha valami konkrétumot kérdezek tőle, hogy mit csinál most az Imi, akkor, és nem tudom te hol vagy, mit csinálsz, csak meg kell, mit csinál most az Imi? Akkor azt mondja, hogy ül a WC-n és olvassa egy ilyen könyvet. Vagy ül a szobájában és Facebookozik. Vagy megmondja, hogy mit csinálsz. De mindig előtte azt mondja, hogy várjál, kitekintek. A szűrőt oda kapcsolni. Az a szűrő. Várjál, kitekintek. Megnézem, hogy mit csinál, mert nem tudom, bár itt van minden információ, de most a szűrőt bevágom, ting, az Imi szűrő bejött, és most csak azt nézem, hogy az Imi mit csinál, a többi nem érdekes, csak az Imi. Most megnézem csak az Imit, hogy mit csinál. Így működik az egész. Tehát mert tudja a pillanat alatt, hogy te mit csinálsz, vagy te, vagy mit gondolsz, vagy mindent tud, de nem használja az összeset állandó, bele is lehetne bolondulni. Tehát ráfókuszol egy vagy másik dologra, és azt végrehajtja utána, vagy megnézi, és azt el is tudja mondani. Halál precízen elmondja, hogy mire gondolsz, azt is. Minden. Tehát olyan mindent elmond. Nincs titok. Ez az igazi nagy testvér. Ugye? Ez az igazi nagy testvér. Na most, én azért kezdtem a legelején, mert ha a legelejét nem érted, a vízelem kiáradását, meg annak az információs őrzését. Miért van az, hogy a vízelemnek a rajzolata ilyen hullámvonallal van, ilyen eléggé bizonytalan, nem szabályos hullámvonallal van ábrázolva az ókori ábrákon? Miért? A víz. Modulálva van információ. Modulálva van a forrás, és miután a forrás modulálva van, a felületen is megjelenik ez a moduláció. Mert ha én rángatom a forrás, természetesen a hullámok is úgy fognak változni. És a felületek nagyon változnak, a hullám felületek változnak, a külső felületek. Egy rádióadásnak a hullámai is folyamatosan változnak. És meg lehet nézni egy pontból innen a Kossuth rádiót, meg lehet nézni Pozsonyból is a Kossuth rádiót, és nem lesz egyforma egészen, mert nem is egyszerre érnek oda. Ugye? Ha a rádió hullámokat nézem, és fénysebességgel terjed, de ha nem egyforma távol vagyok a Kossuth rádiótól, mert én a Solti adóhoz közelebb vagyok, mert itt vagyok Budapesten, mint Pozsony, aki már majdnem Bécs mellett van 70 km-re, Bécs, mit tudom én, 50-re, közel van Pozsony Bécshez, hát már más lesz, mert hogy később ér oda a rádióadás, mint én hozzám. Én mindig előbb tudok mindent. Jó, hát csak egy pillanattal, de akkor is. És ez a lényeg, hogy egy nagyon pici idővel, de mégis más lesz az információja neki, mint nekem. Majd ő is megtudja, és hogyha a Holdnál hallgatja a Kossuth rádiót valaki, akkor már több mint egy másodperc késéssel hallgatja ugyanazt a műsort, mint én. Tehát még egy másodperc kell neki, még oda. A Napnál hallgatja, akkor? 8 perc. 8 perc, és a Plutónál? Az 6 óra. 6 óra késéssel hallgatja a Kossuth rádiót. Tehát ha reggel 6 órát mond neki a Kossuth rádió, akkor már dél van. Érted? Nála már dél van, csak te még, neki még reggel 6, ha a budapesti időt nézzük, azt hozzá kell tenni. Yeah. Nem a GMT-t. De akkor is már 11 óra eltérés lesz, és akkor ez van. Ez a global time. Ez a Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time, úgy is lehet. De van global time-nak is mondják, mert global Mean Time. Igen, igen. Mondjuk ez is ilyen, én kitaláltam, hogy a Budapest is lehetett volna nulla volt. És ahogy volt is nulla, Egyiptomban, körülbelül a Kairónál volt a nulla. Volt is ilyen nulla. Egy dolog eszembe jutott, hogy elkezdtem a gyereknek a ilyen földgömb alapú labdáját nézni. Rá vannak nyomtatva az országok, meg rajta vannak a szélesek hosszú. Igen. És azt néztem egyébként, hogy Hawaii és Kárpát-medence, pont 180 fokkal a föld túloldalán. Igen. Hawaii és a Kárpát-medence pont 180 fokkal tér el, és nem fogod elinni, hogy az egyik őshazánk. Ezért is egyből néztem, hogy jó, hát... És itt mégsem pálmafák vannak, ugye itt sokkal kontinentálisabb az éghajlat, ott az óceán miatt párásabb is, meg egy bizonyos fokig állandóbb, melegebb, nincs akkor a fagy tél, mint nálunk. Mert az óceán, az ugyan nem nagyon meleg ám az óceán, tehát úgy mondanám, hogy 15 fok, vagy 14 fok, vagy 12 fok, szóval nem olyan, nem izzad a nyelved, amikor belemész, hideg ám ottan.
Csak azt gondolod, hogy megyünk hullámlovagni, csak menj oda, lefagy a pöcsöd, ilyen hideg van mi. Haha, hát ez ne viccelj, már hát olyan hideg van, hogy csak na. Csak a hullámlovagosztott egy szál vizéggatyába, még azért jól fel is kell kötni a gatyamadzagodat, mert letépi a hullám. Gyerekek, hát olyan hullám, úgy letépi rólad a fürdőruhát, mint annak a rendje. Szóval nem lehet ilyen kis gumis handabandákban lenni, mint itt a strandon. Jön egy hullám, pff, és már is vitte a fürdőruhádat, de elvitte, ott merül lefelé már, ott viszi lefelé már, kész, vége. Balatonon is nagy viharba, hozzáteszem. Mentettem már a Balatonon ilyen 110-es szélviharba, mert egy csomó hülye élvezte a hullámot. Fölugrott, és akkor élvezte, jöttek a hullámok. Csak a kis hülye nem vette észre, hogy mindig bejebb van egy fél méterrel, egy méterrel bejebb, mert így kever a hullám, érted? És mindig bejebb viszi a hülye. Hülye gyerek meg, ugrált, egyre jobban mély volt a víz, és a végén már benn volt a 2 méteres vízben. Hát ha, amikor elment a hullám, akkor csak idáig ért neki a hullám, de amikor jött, akkor 3 méteres volt. Hát ilyen nagy vihar volt, nagyon nagy szélvihar volt, és elég tartósan fújt, és bizony úgy mentettük, hát figyelj, bementünk egy ilyen nyitott ladika, amin volt egy motor, tehát egy ilyen gyenge, két pár evezős csónak volt, de ilyen gyenge, nem volt rajta borítás, meg hullámvédő, meg semmi. Bementünk, a rendőrök, a nagy rendőr motorcsónak, vagy nagy rendőr, nem motorcsónak volt, az már olyan vízibusszerű, nem mertek kimenni a vízre. Ott fuldoklottak egy csomóan, aztán mentünk, azt szedtük fel a csónakba, egy csak azt csinálta, hogy lapátolta mindig a csónakból kifelé a vizet, és nyomadtuk, és ott is nagyon lehet a hullámokkal variálni, hogy mész arra rá, Balatonnak egy nagyon speciális hülye rövid hullám hossza van, és azzal nagyon kell handabandázni ottan a motorcsónakkal, akkor nem megy nagyon televízzel, de ha olyan nem jó mész, akkor így megdobja, pum, kész, tele megy víz. Tehát azt nagyon, nagyon ott kell lenni, és ilyen huncut lavírozásokkal meg lehet, és úgy is lehet előre menni, hogy közben szembe fúj a szél, tehát az se egyszerű, 110-es szél fúj szembe. Nehogy azt itt ilyen gyenge kis motorról, akkor nagyon lehet maradni. De mégis kiosztunk 7 embert. Kiosztunk 7 embert, azok mindek fulladtak volna, mert már benn voltak a mély víz tartom, a bolyán túl voltak már, és nem is már nem bírták az úszás sem. Mert olyan hullám, olyan ereje volt a hullámnak, amit ők nem tudtak az agyukban elképzelni. Azt hitték, hogy a Gellért földőben vannak. Hát, de nem. Ott is van, aki túlképzeli magát, szóval azért ott az úszómester lesjám, hogy lehet látni, hogy már olyan helyben ugrál és próbál levegőt venni, akkor az úszómester dobja neki oda az úszógumit, mert pontosan tudja azt, hogy ez csak túlképzelte magát, de nem is tud úszni rendesen. Jó, hát egy darabig tud, mondjuk ilyen 5 métert. De amikor már kifárad, akkor már 5 métert se tud úszni, akkor vége van. Ott mentettük ki fel a Balatonból az embereket, és nem volt rajtuk már fürdőruha. Nem volt fürdőruha. Se fiúkon, se lányokon. Nem volt rajtuk fürdőruha. De nem azért, mert nudista strandon voltak, hanem azért, mert úgy vitte le róla a víz, mint ahogy se lett volna. Volt, amelyiknek a lábán föl volt akadva a bugyia. És azt még vissza tudta venni, érted? Mert a lábán fölakadta a bugyia, mert így föltartotta a lábát, hogy ne veszítse el, és megtartotta, szerencsétlen. De ilyen. Tehát egy nagy viharban ez az nem kis dolog, és akkor mennek befele, hősködnek, hát nem azt jelenti, hogy de meg kell tanulni úszni, nem azt jelenti, hogy ne sportolj, meg nem ezt mondom. De azért nem árt, hogyha magabiztosan tudsz úszni, meg nem árt, hogyha magabiztosan ugrálsz a deszkán. Mert hogy mondjuk egy windsurfel is el lehet ám menni úgy, hogy az visz, mint a rossz, az mészám vele 40-nel. Ó, nagyon jó, hogy állsz rajta, csaj, megy a windsurf, igen, csak bevisz a Balaton közepére. És ha nem tudsz úszni elég jól, hát valamennyire tudsz, de elég jól nem tudsz, akkor bajba leszel. Mert akkor aztán nem vagy azért a 13 kilométernek a fele az nagyon sok. Hát ugye 6000 métert te nem tudsz elúszni. Amikor 50 métert se tudsz rendesen elúszni, érted? Akkor gáz van. Csak ezt az emberek nem szokták átélni. Ugyanez van egyébként mindig a minden cselekvésnél. Tehát mindenki úgy túlképzeli magát. Főzésnél is, vagy a háborúban is, vagy akárhol. Tök mindegy. Tehát mindig van ilyen túlképzelő, mindig van. Csak hát ez a probléma. És visszamegyünk, van az Universitas CD-n egy olyan könyvtár, hogy hol van? Mozgó, az a neve, hogy mozgó. Nem azért van az, hogy könyvek, meg mozgó, rövid óval, mert én nem tudok helyesírni. Hanem azért, hogyha föl akarod másolni ezt az internetre, akkor az összes szerver kidobja a francba. A humánoknak üzenem,
hogy rossz helyes írással, rövid óval, rövid ível, stb. Rövidűvel, vagy még őt ne is tegyél vele, csak út, írjad ki a képeit, címeit, meg a dolgait, címeit, de nem azért, mert nem tudsz helyes írni, hanem azért, mert a szerverek úgy dobják ki, mint a franc, kivágja. Mert a vírusokban ugyanilyen karakterek vannak, össze-visszába, de akkor is. És ezért, hogy ne vírusos legyen még véletlenül sem a kép, amit fölteszel, ezért már a címe nem tartalmazhat hosszú üt, meg hosszú ít, meg ilyeneket. Nem szokták tudni a humánok, és akkor behelyettesíti ilyen hülye karakterekkel, behelyettesíti az internet helyette, hogy a szó közt, már módszeresen ütik, ugye, hogy a két szó között leüti a spáciumot, egy üres sejtőt közé, na jó, azt helyett rögtön ott megjelenik, hogy 20%. És így tovább. És ilyenek jelennek, 40%, 26%, ilyenekkel rakja tele az egész szöveget címét, tehát azt se lehet elolvasni. És azt mondja, hogy rossz az internet. Nem rossz, ez angolra van kihegyezve. De nagyon jó, mert aztán már az oldaladon, ha kijelölöd, hogy ez a milyen karakterkészlettel magyarral, akkor már kiírhatsz akármit, de csak akkor. De bizonyos szerverek még akkor sem veszik fel a szövegedet, hogyha ki van jelölve. Nem veszik ki. Magyar karakterkészletet nem enged, például. Tehát amerikai szerverek között, meg dél-amerikai szerverek között vannak ilyen. Miután én ezt kitesztelgettem, mondjuk 240 helyen van az anyagunk fölrakva az interneten, mint a Wikileaks, pontosan azért, mert volt egy idő, amikor módszeresen kezdték írtani. És akkor én meg mindig az volt a szabály, ha egyet kiírt, az kettőt csinálok helyette, és csináltam. Aztán abba hagyták, föladták. Tehát kiírtotta, csináltam egy másik kettőt. Megint kiírtotta, megint csináltam másik kettőt. Jó van, haver, próbálkozzunk. És akkor, na jó, de így föladta. Tudnék, ezt az anyagot én szeretném, hogy megmaradjon. Nem nekem kell ez, nem is a dicsőség kell, neked kell, meg nekem. Amikor értjük az egészet, akkor tudunk valamit csinálni. Ha űrhajót akarsz, nem rakétát kell fejleszteni. Az most jó, de ennél most már tovább kéne lépni, ez nagyon jó volt, na de a gyerekek a lépcsős rakétát már Erdély kódexben megtaláltam. Nem a Ciakovszki találta ki. Már Erdély kódexben benne van a lépcsős rakéta, képzeld el. Még ilyen tűzjáték rakéta, de hogy még magasabbra menjen, két fokozatot csinált, kiégett az első, ledobta, és ment tovább a második fokozat. Az már könnyebb volt, mert ledobta a felesleges részt, és az már súlyát nem kell cipelni, és ettől kezdve sokkal magasabbra fölment. Már ott volt a két lépcsős rakéta a kódexbe, képzeld el. Már az 1500-as években volt. Ez miről beszélnek? Tehát mindig szeretne mindenki késjátítani, hogy én találtam ki a csövön ajukat. Nem. Én rendszeresen mondom, hogy nem én találtam ki, mert már mások felfedezték, csak nem tudták belőle a képet összerakni. Én csak annyira jöttem rá, hogy jó, hát ez ide illik, az meg oda illik, ez csak egy kis képesség, nem, ez nem okosság, ez csak egy pici képesség. Én nem képzelem magamat okosnak, se ilyen tudósnak, se olyannak, nem képzelem. Tényleg nem. Komolyan nem. Jó, hát én meg tudom mondani, hogy miért megy a fény fénysebessége, az Einstein még nem tudta. Meg tudom mondani egy csomó dolgot, hogy működik egy fénykvantum belülről, azt sem tudja még senki. Már tudják, hogy ketté lehet vágni, ugye? De mit lehet ketté vágni, ez a kérdésem. Hogy lehet ketté vágni azt, ami egy? Két fél? És a különböző hullámhosszú fények is lesznek belőle. Attól függ, hogy hol kapták el a forrásokat. Nem lesz különböző hullámhosszú, képzeld el, nem. Na, ugyanúgy, nem lesz. Nem fel akkora lesz, mint ami volt az előtt. Nem tudok róla. Az interneten nagyon lehet vitatkozni valaki, az valószínűleg a hivatalos kánont tolja. Egy ilyen fiatalabb illetőnek gondolom én, ami eltét idéz, hogy a fény valami szuperpozícióban van. Jó, magyarázatok születtek, és ő a kánont próbálja idézni, mert próbálkoztak ezzel, de itt van a forrásnak a képe, még Amigával készült képe. Ahhoz, hogy Amigával készült, nagyon szép. Az mestermunka. Amigával próbálja egy ilyet csinálni. Egy modulált forrás. A modulált forrás azért ilyen hullámos a felszíne,
mert a moduláció, a jelen pont modulációja benne van, itt van a jelen pont ebbe a kis szűkületbe. És milyen érdekes, van nekem olyan kínai filozófia könyvem, aminek az a cím, hogy kapuja sincs átjáró. És a teremtésről szól. Senki nem érti. Ilyen malac beszólások van, a mester ilyen olyanokat, mint én is szoktam, ilyen nem egészen szalonképes hülyeségeket beszélni, és nem játssza meg magát minek. Ő a mester, azt jó van, és nem játssza meg magát. Na most, tehát nem szépeleg, hanem azt mondja, hogy szar, és kész. Mert az, hát akkor mit csináljon? Na most az az érdekes, hogy abban már benne van az a címe is a könyvnek, hogy a kapuja sincs átjáró, és az a kapuja sincs átjáró, az kicsoda. Nem véletlenül így kérdezem, hogy nem micsoda, hanem kicsoda. Teremtő. Az a teremtő bizony. Az a teremtő. És ezt már tudják Kínában is. Hát nem véletlenül, a kínaiak ugye a hunoktól tanulták még az írásbeliségüket is. És ezért nem nézném én le a kínaiakat, mert ez egy ősi írásbeliség. Mondhatjuk azt is majdnem, hogy együtt tanultuk. Tessék észrevenni, hogy ők a hanok, mi meg a hunok. Tehát tessék már észrevenni, az összes többi népet másképp nevezik. Tehát csak a hun meg a han ilyen formátumban jelenik, meg kínaiul kell megnézni, hogy, hogy írja le, és akkor rá fogsz jönni, hogy csak a minket ír le így, meg magát. A többi az nem számít az emberek közé, vagy hogy mondja, az még a futottak kategória. De milyen érdekes. És ugyan ellenünk csinálták a kínai nagyfalat, de az első kínai császár speciál éppen Hun volt. Tehát aki a birodalmat megcsinálta, alapított, a speciál éppen egy Hun volt, ugye Mao Tung. És hát ez sem nagyon szeretik. Na most visszatérve, itt van a jelen forrás és ez a fizikai pont, amiről beszéltem. Ez egy áramló rendszer, amiben még ráadásul forgás is, csavarodás is lehet. Tehát ebben két alaptulajdonság van, hogy belül múlik, ez belül múlik, nem, kifelé nem csinál semmit, ez belül múlik, és kívül és csavarodhat, tehát fordulhat így, és csavarodik is mindig. Ezért van rajta ez a ferderácsozat, mert ez csavarodhat, és még pluszban ennek a forrásnak az imbolygásai és elmozdulásai megjelennek a külső felszínen is, mert ez az információőrzés. Ez a legmélyebb információőrzés, ami csak létezik, ez a teremtőnek az okossága. Tehát neki nem egy ilyen, nem az agyával őrzi az információt, hanem ebben a felületi borzongásban, amit ott lerajzoltunk, abban őrzi az információt. Ez teljesen véletlenszerű ez a borzongás, persze, mert en irányba akárhány elmozdulást végez a jelenpont, mert a beérkező információ, ami ott a tölcséren befelé megy, az is őt ide-oda modulálja. Ebben igazából a tudást ismételgeti, de végtelen sok tudás fér bele ebbe az érdekes rendszerbe. Tehát ebbe nagyon-nagyon sok tudás fér bele, az univerzum minden tudása belefér ebbe az egy pontba is. És még végig azt mondtuk el, ugye, és itt is az van, hogy nem ismétlik egymást a következő pillanatban, már nem ugyanaz jelenik meg a jelen ponton, hanem mindig, ami éppen odaér. És ugyanezt történik a későbbiekben is, de ez az alap, ennél már nincs lejjebb, itt még nincs kiáradás. Tehát itt még ő csak magán belül őrzi az információt, de még nincs kiáradás. A kiáradás akkor van, amikor megkettőződik. Itt a forgást mutattuk, hogy belül is forog, kívül is forog. Ezen a forgást mutattuk, és ezen is a forgást mutatjuk. Ott az a fénylő középpont, az a, itt a jelen. Itt is a kiáradásokat mutatjuk. Ez miben tér el, és miért nem jó? Mert egyszerre nincs a kettő. Igen. Az egyik. Ez egy metszete. Ez egy metszete. És miben tér el? Ez már megkettőződött. Ez már megkettőződött. Ugye abba tér el, hogy ugyanaz a valami. Igazából ez az átverés, hogy nem kettőződött meg, hanem... Ez két fél, ami igazából egész. Na ettől kezdve itt van. Micsoda?
Hát ugye megmaradt a régi struktúrája, csak miután egy Möbius felszínné vált, mert ez már elérte a fél csavarodást, ez a elfordulása, ezért a kintből bent lesz a bentből kint, tehát egy ilyen nagyon furcsa felületté válik, és abban a pillanatban elkezdi a rendszer a kiáradást. Befelé és kifelé is kiárad, na ez aztán meg, megint ilyen. Tehát felfoghatatlan topográfiai bolondériák kezdődnek, és azért felfoghatatlan, mert igazából itt ez a felület, ez egy nulladimenziós pont a közepén az a jelen, igen ám, de ez egy folyamatosan áramló valami, ami állandóan áramlik befele, és váltakozik a két létezés. Ez az egyik létezés, tehát ez egy valami, ez nem két szirom, hanem egy valaminek a messzete. Itt egy csomó aspektus volt, ez már micsoda, ki jön rá? Ez már téridő, így van, úgy van. És ez? Ez is. Ez is téridő, és ez? Ez is. igen. És ez? Belülről néztük a téridőt. Belülről nézzük a téridőt, így van. És ez? Mert itt két szelete van a téridőnek ábrázolva, két, de nem kettő van neki, hanem csak kettőt ábrázoltunk. Tehát lehet, hogy ez a keretkezésének a első aspektus. És ez? Ez még nem halad a teremtő. Halad a teremtő, és elkezdett visszakanyarodni saját magához. Tehát csavarodik, forog, és közben halad. Ugye ez van ezen az ábrán, és kiárad. Tehát ki is árad közben, mert hogy azt a kúpot hátra hagyta maga mögött, ki is árad. És ez? Ez vízelem. Ez egy vízelem, így van. Ez egy vízelem. És ez? Vízelem. És ez miben tér el ettől? Ez vízelem, az meg haladó vízelem. Ez egy haladó vízelem, így van. Én ezért összesűrűsödnek a rétegei, amiket kiáraszt, mert arrafele halad, torlódik előtte, mögötte meg ritkulnak ezek a rétegek. Tehát van egyfajta vörös és kék eltolódás, tehát ez nem az, mert még vörös nincs meg kék, de egyfajta idősűrűség változás lép föl, és ez azt jelenti, hogy nem mindig egyforma sűrű az idő, mert hogy vannak ritkább rétegek, tehát ritkábban lévő rétegek, és ezek ráadásul még a ritmusból is kiesnek. És ezek a vizek, amelyek valamekkorák. Aztán egyszer csak összeérnek, és elkezdik taszigálni egymást, és ez... Téridő, igen, egy metszet a téridőnek, a rétegezett téridőnek, és ez... Hát ez akár lehetne, de ez a metszetei, ez a része, igen, de ez maga a tűzelem itt, ez a csavarodott valami, ez is olyan, hát sokféleképpen próbáltuk leábrázolni, itt is ugyanazt, itt is, és ez? Ez is tűzelem. Aha, és ez ráadásul a mi királyi almánk, így van, a jogar mellett van egy almánk is. Itt van, ez tűzelemmel előadva, itt van egy tűzelem, ahogy kanyarodik. Na és ez mi? Két víz. Mit csinálnak ezek? Taszítják egymást, úgy van. Egymásnak a forrását tolják szétfele, és így lesz, így módosul a vízelemnek a... Azért van az egyik pirossal, a másik kékkel ábrázolva, hogy meg lehessen különböztetni, semmi másért. És itt? Három. Itt már három van, és itt valami érdekesség történt. Kezd tűzelem. Egy tűzelem is keletkezett. Egyébként nem egy szokott keletkezni, hanem három. Uh-huh. De ezen már nincsen ábrázolva. Látszik a kép? Látjátok? Határeset? Hát, nem tudom lealkítani ezt a reflektort. Tűzelem. És a belső elrendezései, a szférái. Az elágazó, ezt sokszor láttátok már. De van rengeteg, ez is ugyanaz, csak másik színekkel, meg kicsit másképp ábrázolva. Ez a tűz és a víz. Ha belerohan egy vízelembe egy tűzelem, mi történik vele? Ez.
tudnék, a vízelem sugárirányba taszítja kifelé, és akkor a tűzelem visszakanyarodik, és kimegy belőle. Ki is megy belőle. Attól függ, milyen sebességgel megy. Föl fogja gyorsítani, itt lelassítja, amikor lelassít. Befele megy, na aztán meg felgyorsítja. Na de ha egy gyorsabban megy, akkor be tud szakítani, bele tud hatolni. Behatolna, bele, itt is belehatolt. Ezen ja, a és mégis kifordítja a következő réteg kifordítja. Igen, igen, mindig kijebb kanyarodik, és kifele kanyarodik a vízelemből, meg jár benne, körülnéz benne, itt voltam a vízelemben, a szavaztok fölöttem egyet, és dzsumel meg. És ahogy lelassult, kifele menet föl is gyorsul. Uh-huh. Tehát nem veszített semmit, megnézte a tüzelemet. Közelebbről, ami hol van, a vízelem tulajdonképpen hol van? Közepén. A közepén, a többi az csak kiáradás. De a kiáradás is eltaszítja őt. Tessék észrevenni majd, hogy a pápának a pásztorbotja, van egy bot, aztán kifele kanyarodik valami, egy ilyen szög alatt, és úgy csinált spirált. Ezt meg észrevenni, a pásztorbot. Úgy felrajzolva. Ez van lerajzolva. Így van, ez van lerajzolva a pásztorbotban. Képzeld el. Hm? Te rajzoltad a múltkor? Ezt rajzoltam fel a múltkor, így van. Ez, ez ott van. Nem látok annyira által meg. Na most ezt is gyakran szoktuk mutogatni, mert ez az egyik legfontosabb, valami a világegyetem működésének a legfontosabb elemei közé tartozik. Ez az időúrok első pillanata. Ez a Szentlélek születése. Tessék? Ez a Szentlélek születése. A Szentlélek születése is, meg a fényquantum születése is. Ami egy másodlagos Szentlélek, ha belekapod. Mert hogy a fény a fényben. Uh-huh. És ez, amikor önmagába visszament, hol fogja magát meglátni? Ez a, meglátni, ez a kis valami, ez a kis pötty, itt van a közepében ennek a pici gömbnek a jelen pont. De amikor hozzáír a jelen pont ahhoz a múlt felszínhez, ehhez a nagy múlt felszínhez, ehhez hozzáér, akkor mi történik? A nagy gömböc közepén látja magát. Meglátja saját magát a nagy gömbnek a közepén. Miért? Onnan indult el a képbe. Onnan indult el a kép, és azt a képet láthatja, ő csak azt láthatja, ő csak lát egy képet valamiről, ami egy másik forrás képe lesz, és azt a másik forrást meglátja, de ez nem egy másik forrás, hiszen ő maga gyorsabban rohant, mint ahogy terjed, azért tudott így visszakanyarodni saját magához, a jövőjébe rohanva, és tessék azt is észrevenni, hogy mindig látnok, jós, ilyenek vannak a mesékben ezeken a pontokon. Amik ezt mondják el, ott mindig ilyen jövőlátó van, ez a lényeg. Hát persze, mert a tűzelem az egy jövőlátó, az egy jós. Előbb van ott, mint ahogy oda érhetett volna, tehát ő a jövőjébe rohan. Tessék, és honnan jön az ő indítatása, hogy oda menjen, ahol az előző pillanatban látta magát, nem pedig, mint egy vízelemről lepattanjon. Le is pattan. Le is pattan. Abszolút. Ketté fog ágazni, ugyanúgy meg, itt, tehát a szabály igen. Továbbra is igaz. Ahogy, mint ahogy a téridő keletkezésénél ketté ágazott, ilyen ketté ágazás az lesz annyi, mint a fene. Tehát a ketté ágazás marad. Nem változik, megmarad. Tehát ugyanazok a törvények igazak a legkezdetén, mint ahogy most a ebben a teremtett világban. De lassul le? Le is lassul, meg föl is hát gyorsul. Le is lassul, föl is gyorsul. A Böhmek könyvet már régen vettük elő, de majd elővesszük, hogy ott van benne leírva, hogy lelassul, felgyorsul, ezek mind ott le vannak írva. Önmaga alá kanyarodik, meg mit tudom, széjenek vannak leírva. Tessék, tehát csak. Akkor akárhány a saját múlt terén átmegy, akkor ott mindig ketté ágazik. Úgy van. És így szaporodik ő, aha, egyre több és több látomás forrássá, és így keletkezik ő száluniverzuma, így keletkezik egy csomó minden, ami látomás, minden csak látomás, és mégis ő abszolút látja a valóságnak. Tehát azt gondolod, itt van az asztal, és be is ütöd a fejed, ha nem vigyázol az asztalba, de az is csak látomás, meg a fejed is. De mégis olyan törvények kezdenek működni, hogy taszítják egymást, vonzzák egymást, mit tudom én, súlyod van, nem repülsz le a földről, és itt van. Ezek azok a szabályok, ezek igazak és érvényesek, az okukat kell földeríteni, hogy miért van ez. Mert az összes időforrását áthelyezgetik egymásnak kölcsönösen.
én vonzom a Földet, és a Föld vonz engem. Mert én is vonzom a Földet, fölfele húzom a Földet, vonzom magamhoz, és a Föld is vonz engem. Csak hát ugye a Föld sokkal erősebb, mert annyi milliárd tonna, én meg vagyok nyavajás 93 kiló. És ez a nyavajás 93 kiló sokkal kisebb vonzerővel bír a Földre, mint a Föld érem. De ha én is olyan nagy lennék, mint a Föld, akkor ugyanúgy vonzanám. Akkor ugyanolyan erővel vonzanám. És ez már a Holdnál kiderül, ugye? A japán földrengés most egész pontosan megjósoltam azt is, hogy, hogy évfélkor lesz is, akkor volt, képzeld el. Évfélkor lesz még egy nagyon erős földrengés. Akkor volt. De miért? Milyen Hold van? Hold meg a napállás. Mit mondtam nektek, hogy a, amikor 90 fokba áll a Hold meg a nap, az a legveszélyesebb, hogyha a Hold éppen egy törésvonal felett áll, megemeli a törésvonalat, akkor tud átugrani. Ha feszültség van benne, akkor tud ugrani, nincs benne, akkor nem ugrik. De ha van benne, már régen volt földrengés, na, akkor nagyot ugrik. És ez a, és megnéztük, most néztem meg, na hú, jön még egy földrengés 12, éjfélkor is. Éjfélkor megint volt földrengés, 7-4-es marha földrengés volt Japánban. Miért? Mert hogy ott volt a Hold fölöttük éppen, a fej fölött majdnem, délre volt egy kicsit tőlük, ez a lényeg, és tényleg a Japánnak a déli végében volt a földrengés. Hát volt a tenger alatt is, meg mit tudom én, volt ott sorozatosan. Csak ott volt a nagy földrengés, Japánnak a déli végén. És bizony elkezdem járni a Föld rendesen, mert arra bugrik a törésvonal, elkezd haladni. Hát abból aztán mindig nagy bajok vannak, mert ugye egy ilyen úszó, maga alá gyűrődő őrültségben, azon hiszük magunkat biztonságnak. Tehát van alattunk egy ilyen nagy olvat rutyi, az a Föld anyaga, olvat kőzet, teljesen olvadt az egész, magma, ugye láva, és az van alattunk. És annak a tetején van egy kis megszilárdult kéreg. Úszik a tetején, mint a tejen a habja. Úszik az a kis kéreg a tetején, és azon hiszük mi magunkat állatira biztonságnak. Ez se, tehát azt képzeljük, hogy milyen biztonság vagy a fenét, hát ezek ilyen maga alá gyűrödő repet fazék már ez a Föld, mert a Hold, amikor eltalálta, akkor csúnyán összerepedezett az egész. Már nem is az első találat volt, hanem már a többedik Hold, legalább 3-4 Hold már becsapódott a Földbe. Régebbiek. Aztán jött ez a Hold, hát 13600 éve, addig nem volt ez a Luna, ez a Hold nem volt akkor még, az most jött, nem régen. És még megvan az Arvis urában, az a nagyon érdekes, hogy megvan a Hold érkezése. Napra pontosan tudja, hogy mikor jött a Hold. És védekezni próbáltak ellene, és sikerült. Először sikerült. Másodszor meg nem sikerült. Miért? Hát elfelejtették. Elfelejtették, igen. Hiába volt fölírva, az olvasást is elfelejtették, tehát azt a szöveget már senki nem tudta elolvasni. Eltelt 7000 év. 7000 év volt, ki a franc foglalkozja, nincs probléma, mindenki elbízza magát. És még a törésvonalra is kezdenek épületeket csinálni, érted? Mert eladják a telespekulásokat, az a Szent András törésvonalat is eladják. Hát, persze, eladják, olyan jó drága pénzért. Hát amikor nincs földrengés, akkor nincs probléma, igen ám, ez csak megbúzol, a házad egyik fele itt van, a másik fele ott van, hopp, arra ment évente 4 centit, de amikor nem megy 3 évig, akkor már 3-szor 4 centit megy, ugye? De ha nem megy 10 évig, már 40 centivel megy arra, akkor megugrik, és akkor a házadnak az egyik fele 40 centivel arra lesz. Kettére pedig, szia! Hát bizony, ez történik, és eladják